Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Csárli vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsó Zoltán, az, az Fifika. És Pifkó Krisztián, vagyis Mujó. Mi a helyzet, fiúk? Várjál, múlt héten ki kezdte a... Uh, jó, te kezdted a múlt héten, igaz? Ki emlékszik már a múlt hétre? Ki emlékszik már a múlt hétre? Ja, hát akkor kezdem én. Egyrészt uh, tele van a tököm az esővel, nem tonti. hogy vagytok ezzel a... Én szeretem az esőt. Kérdés, én gyűlölem, gyűlölem. Ah, te azért szereted az esőt, mert te egy... Beton a... Beton patkány vagy. Patkány vagy. <laughs> vagy ember? Vagy béka ember, ürgebőrbe varva. De itt vidéken tehát ez, ez ja, már... Ja, tudom, ez a már sár, a... meg a... Írdatlan, írdatlan. Építed már a bárkát? Hát nagyjából igen. Fa van a, a fészerben, ami tehát azért nagyjából tudni kell, hogy milyen kvázi homokos területen vagyunk. dóc dombra épült uh, uh, kora, kora árpát kori uh, halom település. É, hát részben homokos azért. Tehát, uh, Na most löszös vagy homokos? Hát inkább homoknak mondaná. Figyelj, ez. Uh, Tisza ártér öntés terület. Ha mond ez neked így bármit is. Váltogatja egymást a homok és az a nagyon ragadós fekete föld. És nem tudod, hogy, hogy, hogy mikor változik a, a homok ilyen, ilyen hihetetlen dagonyászós, tehát ez az iszap fekete sárrá és borzasztó. Tehát mit tudom is, én tőlünk 20 km-re szék környékén ott ez a nagyon klassz homok van, ami, ami nyeli a vizet, mint kacsa a Itt meg ilyen, ilyen, hát nem véletlen egyébként, hogyha bejössz a faluba, úgy kezdődik az út, hogy föntről indul lefelé, és lent van az úgynevezett dócitó, mert itt valamikor hajóval, illetve hát madikkal keltik át a településre, Úgyhogy ott most áll a víz, ha éjszaka jövök haza, akkor olyan, mint nem is tudom, mint a Pearl fényei érted, így úsznak két oldalt a, az út két oldalán, szóval egy nagy, nagyon romantikus, csak már nagyon tele van a tököm azzal, hogy egyik sárdagonyából a másik sárdagonyába állok be, az autó állandóan tiszta locspot. Kérlek, és traktor. Hát kéne egy traktor, de még ide, tehát két, két, birkára még nem adnak traktort, meg 804 szögőre, tehát ez még így nem, de rajta vagyok az ügyön, legalább egy fűnyíró traktor, és akkor levághatjuk a birkákat valami jeles alkalomra, mondjuk a 150. podcast adásra birkát vágunk. Ne bánts már szegény birkákat illetve juhot, egész pontosan. Hogy a eddig... juh is ember. Juh... <laughs> a juh is ember. De, a, ja, és hogy mi történt velem a, a héten, tehát ezt nem hiszitek el, uh, ugye folyamatosan dolgozunk a, a cégben, a Liquid projekten, és uh, hát így tegnap voltam a, a gyógyszeranalitikai intézetben mérésügyi megbeszélésen. És hát... És mikor charlie beszéltem, kihortam lábon egy infarktust. Közben, igen. És egyszerűen, tehát mintha nem is ebben a, a világban élnének. Univerzum, univerzum. Univerzum, bocsánat. Mintha nem is ebben az univerzumban élnének. Na akkor ilyen vizsgálatokra lenne szükség, meg hát mit tudom is én, ki kéne így deríteni, hogy még az összetevők, meg akármi, és így fogja a fickó a likvides üveget. Hát azt mondja hogy egy ilyen, hát ez, ez, egy projekt, de hat hónap. Mondom neki, miről beszélsz ember jövő hét? Mi az, hogy hat hónapig majd ja, te itt sem. vizsgálgatod ezt a, ezt a dolgot valószínűleg lesz együttműködés velük, de hogy nem erre a dologra, az szinte. Valószínű, hogy lesz együttműködés velük, csak nem velük, és nem együttműködés. <laughs> igen, 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 igen. Hát mert ők, tudod, ilyen, ilyen kutatók, meg nem tudom, és akkor... Tehát egy ipari megrendelő oda megy, és azt mondja, hogy jó hónap utánra kell egy ilyen vizsgálat érted, és nem, tehát így nem állnak készen. Fogd föl Gyakor... úgy, fogd fel úgy, hogy ez a hat hónap, ez pont annyi, mint amennyi az engedélyezési eljárás lesz. <gül> igen, <gül> és tulajdonképpen, tulajdonképp, igen. hogyha jól időzít ez hat hónap, ha nem, akkor egy év. Nem, tehát ezt úgyis át fogjuk még beszélni majd a, a megfelelő időben ezeket a, a dolgokat, de egy, na, nagyon érdekes egy órám volt ilyen folyamatos uh, mosolygással telt el a részemről, mert tehát nem is egy nyelvet beszéltünk volna, de minden esetre tanulságos volt, és, uh, és uh, így el, elgondolkozik az ember ilyenkor, hogy mások hogyan, hogyan élik ezt, uh, ezt meg vagy át, vagy uh, hogyan viszonyulnak a munkájukhoz. Na, de veletek mi történt? Hát velem annyi történt, hogy, hogy most én kezdek abba be, de nem tudom, hogy mibe beleesni, mint ti, két hete, mert mert én, ma voltam úgy leginkább, hogy, hogy déltől nekem már, már kínszenvedés volt a munkahelyen, mert egyszerűen a, a gyomromnak a, úgy elképzelem, vizuális típusak vagytok, hogy bemegy egy cső a gyomorba, és utána a gyomor belsejében a cső oldala fölülről fáj. És amellett, amellett a lazább széklet, tovább már nem folytatom, de nem, nem vagyok, nem vagyok teljesen a helyzet magaslatán, úgyhogy holnap, holnap meglátom a körzeti orvost, aztán mondjon rá valamit, mert nem lesz ez így jó. Ez szarul hangzik, Csárni. Hát szó szerint, ja. pláne úgy, hogy ugye van egy már régóta tervezett találkozóm péntek szombatra, amit meg nagyon nem akartam, nem akarok lemondani, de hát majd meglátjuk, majd meglátjuk. Hát úgy nagyon gyorsan gyógyulj meg, mert mindjárt jubileumi adás. Jaj, ne is ideges, ideges, és nagyon durva, nagyon durva, fiúk. És nem tudom, hogy beszéltem már múltkor a, a Hellfire-ről. Aha, mesélted. Uh -huh. Jó, akkor nem fokozom tovább, már nem spoilerezem el, amit már egyszer el spoilereztem, de, de készítsem mindenki tűzálló kazánt. Úgyhogy, ja, és természetesen beszéltem ma a, a, a arénának a valakiével, aki felvette a telefont, és mondtam, hogy, hogy akkor én vagyok az aki, és akkor nézzük már meg a naptárat, hogy mi a helyzet. És mondta, hogy hát a főnökkel kell majd egyeztetni még valamikor. Mondom, jó, jó, mikor, mikor a héten? Hát mondjuk ma este, né vagy délután négytől, mondom, tök jó, nem akartam neki menni, ma, ma, podcast van. Hát basz meg, hát ez nem, nem preferencia. Mit nem gondol? Vagy holnap, de hát holnap meg orvoshoz megyek, tehát valamikor, valamikor, majd vagy most, vagy jövő hét elején megpróbálom összehozni, akkor mindent lepontosítok, kifaszázok vele, hogy lefényképezem a keverőt is, igen, és a keverőről jutott, keverőről jutott eszembe Kocsistomi, aki fölajánlotta, hogy ö, hoz mikrofont, és ö, úgy, hogy elvileg lesznek nekünk kondenzátor mikrofonjaink. Mondjuk a kondenzátortól kicsit fázom a zajos ö, környezet miatt, de, de majd valahogy azt megoldjuk. Megnézzük akkor a keverőt, lefényképezgetem, mit, hogy tudunk dugdosni és és akkor ugye kerestem önkénteseket, kettőt, hogy ott legyen majd. Tudod mi lenne az igazi fifika, ezt neked mondom. Mint régen a, a dohány, ahogy árulták a moziban, meg mindenféle ilyen helyeken, tudod, szórakozó helyeken, hogy a nyakukba volt kötve egy tálca. Itt vagy, Aha. fifika. Nyomd a gombot, fifika, pusztutók! Fifika nem mond semmit. Na mindegy. A dohányárus lányok. Igen, és akkor gondoltam, hogy tudod, az a nagy Ikea-s annak van két fogófüle, abba belekötni egy, egy bőr szíjat, és azt a nyakába akasztja az ember, akkor ö, kvázi így néz ki a dolog. lefordul. Igen, meg középen van. Ö, de de akkor azt osztogatják majd a, a, az elején, utána meg majd a fiúknál lehet a tón, bola szelvényeket beszerezni. Még várom a, még várom a csomagokat befele, amik, amik jönnek, és, és, aztán előtte szerintem jövő hétre már azért remélem, hogy ki, ki tudom írni pontosan, hogy, hogy mik lesznek, meg, meg, hogy lesz, aztán, aztán tényleg már csak a készülődés van. Utána jutott eszembe egyébként, hogy hogy ezt lehet, hogy direkt csináltuk úgy, hogy most lesz még egy hetünk, és a, a következő az ugye a 15-e, az valahogy úgy úgy hét közepén van, hogy pont azért mondjuk ott nem, azért nem podcastolunk, és tehát gyakorlatilag ott egy ilyen másfél hetes gap lesz, és, és úgy jön ki a száz, hogy hogy a szerdát eltoljuk szombatra. Tehát hát az... ezt mondtad még annak idején, Aha. hogy legyen így. Jó, okay. Én tehát még akkor... kérdeztem is, hogy akkor nem lesz előtte felvétel a héten, és hát mondtad, hogy minek duplázzunk, hanem akkor ez egy ilyen szépen grandiózusan majd szombatra áttoljuk a Közepét. Mi a véleményed egyébként szerinted, vagy Fifikát is kérdezem, ha itt van és meg tudja nyomni a gombot, hogy amit ott rögzítünk adást, az, az, az longest ever lesz, hogy, hogy azt egybe rakjuk szerinted majd föl, vagy vagy vágjam háromra, hogy, hogy három részben tudják az emberek meghallgatni, vagy hogy kéne azt? Hát szerintem majd meglátod a nyersanyag függvényében. Hát én úgy gondolom, hogy a nyersanyag lesz, vagy mit tudom is, én négy-öt óra, tehát ajunk pozitívan a dologhoz. Én szeretnék mindenkivel ilyen, ilyen nem hogy mindenkivel, tehát egy pár érdekes emberrel ilyen riportszerű beszélgetést készíteni. Úgy Jó, hogy... vissza, a, a hordozható vezeték nélküli mikrofont is, akkor hát ez kicsit vizé lesz, vicces lesz, hogy mintha az ujjadba beszélne, de, de szerintem arra pont jó lesz, hogy a rögzítő az marad az asztalon, és akkor így megoldjuk, vagy azt akkor addig kikapcsoljuk, és akkor kézi rögzítéssel megyünk, de ja, ja, ja. ilyen kis színes blokkokat, csak akkor gondolkozni kell előtte, hogy ki az, aki, aki alanyállítmánytárgy határozó jelző, és ezt össze tudja egy mondatba értelmesen rakni, hogy ne az legyen. Hát gyomsz... ez Charlie nem mm. csak ezen múlik, azon is múlik, aki kérdez, ezt te is nagyon jól tudod. Aki kérdez, egy ki... részt. Zoltán, aki válaszol, és akkor din din. és ezt nem, az nem az kell fényáskodni az alanyokkal, ne akadályoz Charlie senkinek a lehetőséget arra, hogy az új gőzlér szalacsi legyen belőle. Azt hittem azt, hogy ne akadályozd meg senkit abban, hogy a felvétel után bármikor kivágd az adásból. <gül> <gül> Igen. Ha, ja, én már nagyon várom, fiúk. Én is. Én, én is. is. Én is, én is, én is, én is. Majd azt kell kitalálnunk, hogy akkor hogy, hogy menjünk, mint menjünk mi oda. Mondjuk én már jó előre elindulok szerintem összepakolászni a technológiát, velem tart Gergő is, ha engem össze tudsz szedni, akkor nem kell metróznom. Hú, egy nagy bajom. És ott leszek kéznél. Egyen Egy nagy bajom, hogy Gergő ugye, ugye a nagy hosszú széles folyam a másik oldalán lakik. Hát akkor átbatyogok a batyányira mondjuk. Bár azzal az erővel, ha már odáig elmetrózom, akkor elmetrózhatok végig is. De ha Charlie valamelyik híd alatt elmegy, akkor te a híd tetejéről beugorhatsz, annyit a csomagtartóba. Ja, igen. Ne, kinyitom, kinyitom a tetőablakot. Nem, lehet, hogy akkor úgy. Lehet, folyam. hogy akkor úgy, hogy téged, és aztán onnan meg át az árpát hídon a gergőér, és, és úgy valahogy csak. Akkor már tényleg előbb kell. akkor. Aztán indultok fél kettőkor. A ennyi nem kell ezt túlszervezni, megyek akkor, hogy hívják róla nem gázol. szervezem túl, csak mondom, hogy akkor fél kettőkor kell indulnom. De nem akarlak szivatni, Charlie, csak így gondoltam, hogy forfán menjünk együtt, de ha szopatás, akkor nem, megyek én simán Ha metról. az lesz, majd szólok. Igazából figyelj, bekapcsolom a Vivaldit a fülembe, sokkal jobb társaság, mint te a kormány mögött, úgyhogy menjél csak szépen külön. Hát elmészte a picsába. Nem, nem természetesen. Hát Vivaldinál nincs jobb. Én is Vivaldira szavaznék, tehát... Hát ott leszünk 400 órát, és beszélni fogunk. Most az a plusz fél óra az autóban. Jó van. Szóval okay. nem, visszavonom, metrózom, menj csak nyugodtan, nem akarom túlbonyolítani a napodat, pont elég rohangászás meg szervezés lesz. Hát igen, mondjuk amennyit te veled meg egyszerű megbeszélni, hogy találkozzunk a Széchenyi fürdőnél. Ugye, ugye, a kis kocos egyből tudta, hol van. mindegy, zárulja zárója bezárva. Ha kúrus helyeken akarsz találkozni, akkor föl kell készülni a lehetőségre, hogy nem lesz ott senki. Krisztián, majd megmondom, hogy az agyának melyik részét kell kiműteni, hogy ezt a szécsényi fürdős történetet egyszer is mindenkorra elfelejtse. Na, de várjál, én réd egybe vagyok. A, a, másik diszk Andor, tehát két bonyolult műtétet kéne véghez vinnetek. Andornak De megforog, ha már csak Andor megforog, mondja, akkor a a megmondjuk, a hogy az nem az is. azt vége van. Rosszul emlékszel, Andor, nem volt ilyen. Igen. Nem ezt a szécsény fürdőt keresett. Nem Most ezeket a robotokat keresitek. Na és veled mi történt, Mújó? Hú, velem nem sok minden, és szerintem most később se fog eszembe jutni mindenféle dolog, mert ö, belettömve sorban az ötödik fogam, úgyhogy szépen haladok, ilyen Scott Banner üzemmódban üzemelek, és hétről hétre haladunk a tökéletes fogsor irányába, és, 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 és ezen kívül meg elképesztően nagyon-nagyon-nagyon fáradt vagyok, mert uh, jövő hét kedden debütál ugye a Division nevezetű játék. Jaj, bizony. Ami ma kiderült, hogy nem is jövő hét kedden, hanem jövő hét hétfőn délután kettőkor bizonyám. És, és gőzerővel próbálok minden munkaszállot elvarni a héten, hogy, hogy, jövő hétre semmiféle rossz, gonosz munkával kapcsolatos dolog ne akadályozzon abban, hogy rómá játszom az agyamat a division -nel. Úgyhogy ennek köszönhetően bitang fáradt vagyok. Nagyjából ennyi történt velem. Szerintem ezen kívül fölkerekedtem és elmentem a Dembinski utcai Arbadba, aki ne, nem tudná, ez egy orosz élelmiszerbolt, Oroszországból származó élelmiszereket forgalmaz, és van nekik egy zseniális termékük, amit forgalmaznak, ez az orosz túrórudi. Nem tudom, hogy mi a neve ennek normálisan. Az van ráírva, hogy szirok, ha jól olvasom, cirillül, és valami elbaszott finom az orosz túlórudik. Uh, valamivel tömzsibb, mint a magyar, és vékonyabb a csoki bevonat rajta, úgyhogy irgalmatlan mennyiségű túló van benne, és nagyon sokféle verzióban lehet kapni, sűrített, teljes, csokis, kókuszos, vaníliás, mákos, mindenféle van, amit csak az ember ízlelő bimbói el tudnak képzelni magának, és ez nálam ilyen top-top-top ilyen, ilyen csemege, mert annyira ritkán betődöm el uh, nyitva lévő arbat felé, hogy ilyenkor ilyenkor bevásárolok belőle, és aztán tobozódás van ott, hogy ez nekem ez a, ez a létezés csúcsa, amikor megvan tömve orosz tudorúdival a hűtőgép. Ugye Na, ez, nálam, ez nálam ilyen a halva. Azt tudod mi? Nem. Nem ettél még halva? Jaj, semmit nem tudsz róla, akkor jaj. Jaz. Olyan, kérlek szépen, távolról, ha megnézed, mint hogyha ázott kartonpapír lenne, nem is kartonpapír, hanem Papírus nagyon sötét barna így össze, összeszárítva, de az különben nem az, hanem napraforgó mag van összeőrölve, az az olajos mag összeáll, meg még cukor, szerintem. Öö. Vagy lehet, hogy nem, de nagyon durva, kurva jó íze van. És ezt tényleg csak olyan helyeken lehet kapni, hogy, hogy mindenféle vásárok. És, és volt olyan, mikor valamilyen ilyen kézműves vásár volt, a, ez tavaly volt, a, nálad a kertedbe, hogy van az, mi az Isten, a, az a vár? A jégpálya mellett vajda hunyad várana, és ott találtam végre, úrá csaptam azonnal, elkértem a faszinak a névjegykártyáját, gyorsan egy ilyen 25 dekát itt úgy közben elropogtattam, aztán még abban az évben elmentünk Levendula Fesztiválra, és mit ad Isten? Ugyanazzal a faszival találkoztam. Szintén venni kellett. És a harmadik alkalom pedig a... a hú, milyen fürdő van a Margit hídnak a... a szoda? A budai híd főjénél, Vagy nem a Komjádi? Az nem, az a... Mm. Jaj, mi az az régi fürdő. Milyen fürdő? Nem ugrik ezt Na mindegy, tudod, hogy hol De van, meg melyik fürdő. az a fürdő. És ott volt előtte szintén egy ilyen főzőfesztivál, és ugyanez a faszi ott már... Lukács! Itt... Lukács. Szerintem a Lukács van ott. Hát... Na mindegy. Szóval egy évben háromszor találkoztam vele, és tudta már a végén, hogy, hogy nagy rajongója vagyok ennek a készítménynek, úgyhogy tudta, hogy nekem kell egy utazócsomag és egy hazavívős. Ó, Krisztián, jó, legközelebb próbálok csípni úgy, mint te nekem a Bread of Heavenből, és és aztán, aztán, bocsánat, csak közben bekerültem egy csoportba, ahol rám írt Breki, hogy de kazánok jutányosan dögivel. Szóval mindig elkalandozok. Úgyhogy majd adok belőle, mert tényleg nem gondolná az ember, hogy ilyen finom lehet, Természetesen. Ne félre nekem, kérlek, mert nekem a cukrom miatt aztán kurva sokat kell ezek el, nem miatt. Aj, basszus, basszus. Na majd kérek tőle cukormenteset. Nem, mint az orosz túrórudival nem ugyanezen problémák <laughs> lennének. Igen. Ja. Én néztem közben Lukács fürdő egyébként. Lukács, jó, akkor a Lukács fürdő. Én keverem ezeket a fürdőket, nem vagyok olyan nagy fürdőbejáró, mint Oszi, aki szintén a héten volt, azt hiszem, hogy a Szécsény, nem Szécsény, nem a dagály, valahol ott, Budán. Ozi eszembe jutott a Kézben. héten, de nem a fürdők miatt, hanem egy jó szójátékot találtam ki, és az Oszi jutott eszembe egyből. Halljuk, halljuk, halljuk. ezt akartam, hogy mi volt a szójáték. Oszi az én megalómániás barátom. <laughs> Jézusom. Ö, én kérek elnézést. Na ez szerintem teljesen rendben van. Tudom, hogy fáradt vagyok. És ezt mindez pornófilm nézés közben jutott eszedbe, hogy mega ló, érted? Hát, oszi, Igen, 70-es évek végi NDK alámondásos pornófilm, orosz túrórudi mindkét kezemben. <laughs> ahol még divat volt volt. Állatvédők szereplésével. Ahol még divat volt a szőrös hónaj nőknél is. Épp most néztem Leonardo DiCaprio. Ú, meg kell emlékeznünk a filmblogban ezekről. Leonardo DiCaprio szülői, vagy családi képe, ahol édesanyja egy a fejét fogja az egyik kezével, és egy hatalmas hónaj ugye jaj, rosszul lettem tőle, be kellett zárnom az egész böngészőt, <laughs> és kestűrítenem. <laughs> Na, úgyhogy, úgyhogy ez volt. Veressük a, a témákat? Csapassuk. J Adjunk Jó. neki. Ö, jóval rosszal? Semmilyennel? Kezdjük azzal, ami, ami magyar vonatkozású, szerintem a hatos pont. Mit szóltok hozzá? Jó. Mert volt egy olyan felkérés-felhívás kutatás, mit tudom is én, hogy hogy hívjuk, hogy kell ezt hívni, a, nem a Debreceni, de majd azt is szóvá fogom tenni, hanem a Semmelweis Egyetemnek a kutatása, és hát már... Már rá kellett, hogy kérdezzek, mert azon kívül, hogy beharangozták, semmi fejlemény nem tudunk hónapok óta, és kitöltöttük pedig azt a papírt, vagy vagy mit tudom is én, űrlapot, és válaszolt a fórumtársunk, aki azt írta, hogy, hogy a következő levelet kapta. A klinikai vizsgálat, és szó szerint idéznék most, a klinikai vizsgálatunkhoz lenne szükségünk minél több Alanyra, aki legalább fél éve egy cigarettát és vagy tör -tör, aki csak egy cigarettázik, annak háromszor kell megjelenni a klinikán, és a többi, és a többi. Szeretném megkérni, amennyiben lehetséges, a honlapon népszerűsítse a kutatásunkat. Választat előre, és köszönöm. jelentkezők adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Erre ment a válasz, hogy megtettem, és jelenleg is több fórumon fut a kiajánlás. Függetlenül attól, hogy megkértük Fifikát, hogy pusztutókon szívja a cigit, és akkor nem hallanánk bele. Köszönöm. Függetlenül attól, hogy a vállalt időszak már letelt. És erre azt írja a sotte, hogy... és nem jelentkezik senki?.. Ö, az ment válaszként, hogy küldtek felkérő e-mailt az embereknek? Mert én már olyan rég töltöttem ki, hogy már arra sem emlékszem, hogy a végén... Tehát azt hiszem, hogy az e-mail címünket meg kellett adni. Jól emlékszem? Valami ilyesmi volt, igen. Semmi, semmi nem jött. Tehát legalább száz ember kitöltötte, és akkor így, így ülünk, mint az iszabba, hogy várjuk, hogy, hogy mi legyen a következő fázis. Hát de mi, hát nekik kéne most jelentkezniük, de kurvára nem mozdul semmi. Tehát nem tudom, nem tudom, hogy miért nem tud ez haladni, vagy, vagy mire várunk. Mondjuk Például nem a, arra, hogy nem arra, a kolgét hogy... ajándékcsomag az, ami engem kurvára ö, megmozgatna, hanem hogy még egy kutatás menjen már, haladjon, haladjon, haladjon. Igen? Például arra, hogy kimosd a füled, mert én pusztutolkom vagyok végig. Az lehet, hogy te pusztutolkom vagy, csak akkor el kell engedni, mikor szívod a cigit, és nem beszélsz. Meg se volt nyomva csárni. Hát, valakiét hallottam pedig, és a te kazánod Akkor hangját meg... nem az eny... A te... Te... Megismerem hagyjuk a kazánodat. Már, hagyjuk már ezt a kazánt. <hállt> hagyjuk már. Ha, 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 ha. Na, Hatt szóval... Fölmegy föl a pompa bennem, be az meg. Ott van egy gőzmozdony előtte, Punipa. amikor ő szívja, Pun... az nem probléma. Várjá, várj egy picit. Én, 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 várj én picit. a másfél, a másfél milis... Uh, mi ez? Kanger uh, sima... 1,8 ómos kazánom, ma én zavarom. Az, az bármit jelent, hogy hány a kazánod? Hát nem. Miért jelenten bármit is? Hát látom, hogy hogy szívod. Figyelj, megmutatom, hogy szívod. Figyelj csak, Csáli, mennyit a picsába, légy szíves. A de szá úgy, csinálod, úgy csinálod, hogy beveszed a drippet a szádba. A sarkon halljam a hangróbalást. <síthat> úgy csinálod, hogy beveszed a szádba, de még még nem csukod be a szádat, mint a doromb, tudod, olyan, hogy... Nem vagytok ti házasok? Várj, várj, így, figyeld, figyeld. Nem, az meg idióták vagyunk, hm. érted? <hül> Eljátszom a boci-boci boc. <hül> Pedig 1,6 óm. Na, mindegy. Szóval visszatérve a kutatásra, hogy megállt a kutatás, mint az ISZAP, és 2015 augusztus 25-én lett kiírva. Tehát, hogy akkor most szerintetek mi van? Elképzelésem nincs. Ne, ne legyél már türelmetlen. <laughs> hát, én nem, nem is értelek. Hát, figyelj, egy, egy ilyen kutatást. Ja, és ö, én úgy tudom egyébként, ugye, hogy a kutatás az több fázisú. Tehát ö, még most fognak majd behívogatni. Várjál, nem, itt van. A, az, első szaka, az első hivatalos szakasz szeptember egy napján kezdődik, és október 31. napján lezárult. Második szakasz november 1 től december 31-ig. Ennyi. De lehet, hogy van harmadik szakasz. Ja, vagy most akkor előgondolkodunk. Ja, igen. Január, január 1-től március 8-ig. De ezt te se gondolod komolyan, ugye? Charlie, tehát nem, nem láthatsz bele a fejükbe, hogy éppen most a kutatásnak melyik szakasz. Nyilván lesz egy adatföldolgozó szakaszuk, stb. De mit, mit dolgozol föl, ha nincs adatod? De hát figyelj, most mondtam, hogy a második szakaszban behívogattak embereket. Nem? Te tudsz erről bármit is egyébként? Azt, amit ott írtak a fórumon, tehát, hogy nem hívtak még be senkit. Tehát arra... Hát ez az, ez az, hát addig nem fognak semmit se közölni, amíg be nem, elkezdenek be nem hívogatni embereket. De, de a, akkor biztos elkerült a figyelmedet az a rész, mikor azt mondtam, hogy de nem hívtak be senkit. És ők megkérdezik, hogy és volt. nem jelentkezik senki. Tehát olyan, mintha az, a, az az űrlap, amit kitöltenénk, az így a dev nullba menne. Én úgy érzem. Ne érezd úgy, biztos van rá valami. Én ja, azt hittem, az, hogy ne érezd úgy, biztosodom egy. <laughs> ne érezd úgy, biztos van rá valamilyen magyarázat, majd az illetékesek fölvilágosítanak, megkeresnek, nyugalom. Jó, ö, ezt a témát kipipáljuk, és viszont, de, ugyanakkor meg kell említenem, hogy az előző adásban volt egy kérdés. Ö, dr. Balog Lászlótól, aki csak így visszaidéznék egy picit, hogy tudod, hogy lehet támogatni az adó 1%-ával az Egyesületet, és kérdezte a, a, likvideket, és mikor lesz outdoor program, tehát ő kérdezte ezeket, és most is a patronon föltette egy kérdést, és aztán egy nagyon hosszú monológot, és ezt megkértem, hogy hadd olvassam már be, mert, mert van benne sok érdekes, okos halljuk, halljuk, téma. Halljuk. És ez ugye Patreon kérdés, de hát egy Patreon bárhova bekerülhet. Akár az adás közepére is. Tehát, Doktor Balogh László, először nem is konkrét adás ötlettel jönnék, hanem reflektálnék előző adásokban elhangzottakra. Persze, csak ha nem probléma, ugyan már. Tudom, hogy vannak videók a likvidekről, mindet láttam már, nem is egyszer. Én természetesen újakra gondoltam, akkor amikor feltettem azt a kérdést, azóta érkeztek köszönjük szépen. A bolond vagy te fiam kifejezés nyugodtan használhatott természetesen megfelelő kontextusban. Erre mondjuk nem emlékszem, hogy ez, ez mi volt. Na mindegy. A doktor címet semmiképpen nem kiemelés céljából használtam, nyilván a fizetési adatok kitöltésénél rögzült így a nevem, úgyhogy a jövőben akár el is hagyhatod, de nem. Nem ragaszkodom hozzá, viszont ha már ennél a címnél járunk, jó magam gyógyszerész lennék, és többször szó esett a gyógyszer tárakban vala nikotinos, likvid keverésről. Érdekes témának ígérkezik. Gyógyszerészként és gyógyszertár tulajdonosként is nyugodtan kijelenthetem szerintem minden társam nevében, hogy egyikünk sem fog ezzel a lehetőséggel élni, hiszen abban az esetben, ha mégis ilyesmire adnám a fejem, akkor jelenleg csak magisztrális gyógyszerkészítés keretein belül lenne lehetőségem a likvidek elkészítésére. Nem tudom, tudjátok-e mi az? Én eddig nem tudtam, csak hogy az, az a kizerelős is Nem észre nem? nekem. Ne, 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 ne. Ma, van külön magisztrális része a, a gyógyszerkönyvnek, a magisztrális részhez még akár orvosok, tehát nem gyógyszerészek, akár orvosok is hozzátehetnek, és gyakorlatilag igen, arról szól a történet, hogy ezek nem kész készítmények, a magisztrális részen le van írva, hogy miből mennyit, hogy kell összekeverni, ez az a, mit tudom én, Pekerle, féle, reuma, krém. Igen, de és nem is ez össz, a leglényegesebb dolga, hanem ami most jön, lehet, hogy ezt te se tudtad. Tehát neki kéne elkészíteni magisztrális gyógyszerkészítés keretein belül, és visszakanyarodok a mondandójához. Ez azzal járna, hogy a készítést végző gyógyszerész nagybetűvel személyes felelősséget vállal az elkészített gyógyszerért. Nem egy gazdasági társaság, nem a forgalmazó, hanem mint magánember. Nyilván ezt a rizikót nem érdemes bevállalni egy nikotinos likvid esetében, mert a termék sok problémát okozhat nem hozzáértő felhasználó kezében, nyilván ezt most itt nem ecsetelném tovább, és csupán a működési engedély ideiglenes felfüggesztése is a végét jelenteni bármely gyógyszertárnak. Mindezek mellett a gazdasági oldalát nem is elemezve, így is teljességgel esélytelen. Szóval számomra az, hogy nikotinos likvidet lehet gyógyszertárakban gyártani, az azzal egyenlő, hogy itthon nem lehet készíteni, és ezzel az egyenlettel a törvényhozók is teljesen tisztában voltak, vannak. Tehát ez, a, ez az első blokk, amit úgy a gyógyszertári mi voltáról meg lehetett tudni, és hogy ő egyébként gyógyszerész, és egyébként egy nagyon érdekes dolgot tudtunk meg a magisztrális gyógyszerkészítés kulissza titkairól, mert én tényleg én is csak annyit tudtam, hogy azt ott készítik el a patikában és mindenféle receptek alapján, de ezt nem tudtam, hogy ő a gyógyszerész vállal személyes felelősséget érte. Túrva? Hát, Csáli, gondold végig, ha te magisztrális készítményt készítesz, akkor te vállalod azért a felelősséget, hogy a magisztrális receptúrában lévő anyagok mennyisége, minősége, az ugyanaz, mint amilyen receptúrán van. Nem, Tehát, Fifika, félreértesz, engem az lepet meg, hogy, hogy bent vagy egy ö, gazdasági társaságban dolgozol, és mégsem a gazdasági társaság ö, viseli a következményeket esetleg egy akármilyen készítmény problémájánál, hanem személyesen az, aki elkészítette. Az a baj, hogy, hogy te abból indulsz ki, hogyha a kőműves a B épületben a C falat, azért az a kivitelező vállalja a felelősséget, akinek a kőműves dolgozik. De ez, ez egy, ez, egy, ilyen helyzetben, miután mindenki, aki ilyen magisztrális készítményt készít, gyógyszerész szakvizsgával, illetve végzettséggel rendelkezik, ezért az ő személyes felelőssége, mert ő készíti el, tehát nem a gazdasági társasági, nem a patika üzemeltetőjé, hanem az ővé, az ő saját személyes felelőssége. Ennyi a, a különbség, és ez szerintem egyébként így van jól. I – nekem Szerintem ott van... ez baromi arhaikus dolognak Igen. tűnik, valami maradványnak Nekem ez azért fura, mert a gazdasági tevékenység keretében egy gazdasági társaság alkalmazottja, előállít egy terméket, aminek a hasznából ő közvetve, ö, bocsánat, közvetlen, nem részesül, hiszen az, te, 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 neked van egy fix fizetése, te nem kapsz azért többet, mert eladsz három ö, aranyérkenőcsöt magisztrális aranyírkenőcsöt. Szóval nekem ezért egy picit fura volt a dolog, de, de egy csomó mindent megvilágított így, hogy na ezért is olyan, tudod, ez olyan, hogy hát olyan, mintha adnánk aztán, aztán mégsem robotikában, akár csinálhatnának is, de hát ki fogja magára venni a felelősséget, a nyilvántartást, és a többit, és a többit, és a többit. Ezt, ezt én még a szócskaféle történetnél hoztam, hoztam fel ezt a magisztrális dolgot, hogy patikába tök egyszerű készíteni, de hát egy, ki fogja fölvenni a magisztratúrába magát a, a likvidet, milyen recept alapján, Uh, érted, majd mit tudom is én, a Peti megírja, hogy hát akkor ebből az aromából ennyit, abból és akkor ez a, ez a király málna. Tehát <kül> ilyen, ilyen nincs. Visszatérve még a felelősség kérdésére, azért is így van, mert például amikor orvosi, és ez teljesen konstans, orvosi műhiba esetén elméletileg az orvos a felelős. Tehát nem a, a kórház hát nem, nem, nem a kórház vétett az adott beteg ellen, tehát nem a kórház hagyta benne a törlőkendőt, vagy a, a nem tudom én, mint az operáló orvos. Ugyanígy van. A magisztrális készítmény megszalad a Két kezed. Két nagy érted. különbség van, Fifika, de majd mondom. <laughs> Jó. Illetve megszal... bocsánat, annyit közbe emberi... szúrnék, hogy én még, én még olyat nem hallottam egyébként, hogy az orvost perelték be, hanem a a kórház kifizette a műhiba per költségét. A kórház. Valószín, valószínű, a valószínű, a láttad, volt, egy ilyen, volt egy ilyen biztosítás az orvos és a kórház között. Azért ezek így meg, meg szoktak lenni. De hogyha nincs ilyen, akkor, akkor, az orvos, de mindenféleképpen most is az, azt gondolom, hogy az orvos felelőssége, és te, mint gazdasági társaság, nem vállalhatsz azért felelősséget, hogy mondjuk az egyik gyógyszerészed összekeveri az A hatóanyagot a B méreggel. Tehát a személyes felelősség, az te fogod azt a receptet aláírni, mint aki elkészítette magát a receptúrát, az a te személyes felelősséged, és szerintem ez teljesen rendben van. Tehát én ezen semmi arraikusot nem látok mindenki húzza ennek a, a, vagy érzi ennek a súlyát így. Ha ez nem így lenne, akkor, a, akkor én nem biztos, hogy azt a magisztrális készítményt magamra kenném, vagy bevenném azt a port, vagy bármit, amit kevernek. Az a különbség ebben, igazából, igazad van, igazából, a, az orvosnál, a műtős orvosnál az a különbség, hogy a, a műtős orvos ugye alapvetően súlyos testi sértést okoz nálad. Ezt a cimborámmal beszélgettünk, a múltkor ilyen jogi érdekességeket hozott föl, hogy vannak azok a munkakörök, akik felmentést adnak a büntető törvénykönyv bizonyos tételei alól, nevezetesen a munkáját végző rendőr, hogyha meg kell lőnie valakit, a műtő orvos, aki ugye alapvetően éles szerszámmal súlyos testi sértést okoz neked, és mégsem kell emiatt ülnie, mert hát ez a munkája. Úgyhogy ott lehet, hogy ezzel kapcsolatban van valami furmány, hogy miért az orvost veszik elő, bár mondjuk, hogy nyilvánvaló tudod, hogy ki a műtő orvosod. De hogy hogyha hogy, hogy, ott lehet a kutya elása, hogy a magisztrális meg a, a gyógyszerész és a, a cég jogi felelőssége között, hogy mondjuk mit tudom én, amikor a Tesco felvágottban patkányhúst találnak, ott ember nem fogja megállapítani, hogy az automatizált gyártási folyamat melyik pillanatába került be, és ki lehetett a, a, a személyi felelős. Tehát nyilván a Tesco-t veszik elő ezekért. E de hogyha mondjuk egy menza főz valamit, egy menza és vérhast kapnak tőle a gyerekek. Én azt gondolom, hogy itt ebben az esetben ismeretlen elkövető ellen indítanak eljárást, és aztán majd az eljárás folyamán előszedik azokat az embereket, és nevesítik, akik végül is eljártak. De nem tudom, bonyolult dolog ez. Így így is lehetne, úgy is lehetne, mert alapvetően az ő alkalmazottja. Hát aztán maradjunk annyiba, hogy de így van. De így van, ja. De a legszebb ebbe az egészben, hogy a mi kontextusunkból nézzük, az a gyönyörűség, amit te is mondtál, ugye még a szócskás dolgok, 2012 nyara, 2012 őszén kezdődött koncepció, hogy a nikotin már pedig gyógyszer, és a, a, az akkor még OFI-ben a mi drága látos Demjén Tibor barátunk, aki ártatlan szövekkel mondta nekem meg az Andornak, hogy de hát mi úgy gondoljuk, hogy ez az egész, ez az önök érdekében történik, mert mennyivel biztonságosabb termékeket fognak majd így kapni, hogy a Gyógyszertáron keresztül kerül értékesítésre, és gyógyszerészeti engedéke hozzá. Hát most akkor üssön annyiszor egy 20 kilós kalapáccsal a lábamra, nyugodtan bárki, ahány ellikvid bekerült 2012 nyara óta bármelyik gyógyszertárba. Köszönjük uh, nem, nem szépen, mell a zseniális koncepció Nem, Nem mellesleg, ugye ezt uh, már veletek beszéltük, nem mellesleg érvényben van az a zominózus tiltás, amit még a zseniális, akkori egészségügyi államtitkár mondja. A zominózus tiltás, amit senki szócska, nem alkalmaz igazából. Igen, a szócskaféle tiltás, és gyakorlatilag, hogyha belegondolsz, akkor kizárja a nikotinos likvidek trafikba való forgalmazását. Hisz a, a leírás szerint a nikotin farmakológiai anyag, tehát gyógyszertárba való. Május 20-tól meg nikotinos likvidet a törvény szerint csak trafikban lehet árulni. Tehát most vagy össze fogják mosni, tehát összeköltözik a trafik a gyógyszertárra, az még egy ilyen nemzeti ö, dohány és gyógyszerbolt lesz a nevük. Kérnék egy cseresznyés pipa dohányt, <laughs> meg egy aranyérkenőcsőt. C-vitaminos lekvidjük, van. Addig vicceltek, amíg be nem válik. Tényleg, tényleg ez lesz. Tehát Egyszerűen a, a jogalkotók a, a saját hülyeségeikre nem gondoltak, vagy ők is úgy gondolják, hogy, hogy annak semmi köze semmilyen törvényhez, az tényleg csak egy ilyen leszólás volt annak idején a nafhoz, hogy ne engedjék be ezeket a termékeket, de a mai napig nekem ha aromát, ha e-cigarettát, ha bármit hozok be. Ebbe az országba le kell nyilatkoznom, hogy nem tartalmaz nikotint. A kérdésem tényleg csak annyi, hogy a büdös picsába fognak itt importőrök, meg, meg ö, forgalmazók ebbe az országba nikotinos likvidet hozni, vagy nikotint behozni. De á, azt felejted el, Fifika, szem előtt tartani, hogy a magyar jogalkotók, és itt nyilvánvalóan a fidesz kdnp ről van szó, mert jogot ők alkotnak mostanában, egyrészt halványilag gőzük nincsen sem kontextusról, sem arról, hogy miről szavaznak, vagy mit kezdenek meg. Tehát, teljes, teljes agybaj az egész. Nem mellesleg az, az Egyesület ebben a témában azért írt egy levelet a, a héten a, az Emminek, illetve a O.A.T., jó mondom, a törvény szerint ő van a, a, kirendelve a, Nem az O.G.I. A O.G.I., bocsa, Az O.G.I. van kirendelve a, Törvény szerint a bejelentési kötelezettség befogadására. Úgyhogy mind a két szervnek írtunk egy levelet ebben a, a témakörben, hogy legyenek olyan kedvesek, azt, ezt marha gyorsan döntsék el, hogy, hogy akkor ezzel most így hogy és mint, mert május is húsz, az közeleg. <tosz> Ez teljesen jó egyébként, mert ez egy újabb hátszölet ad a május 20-án elkezdődő, elkezdendő trafikvegzálásnak. <laughs> jó napot kívánok! Elik vigyük van? Igen. Nikotinosom? Persze! Gyógyszergyártói engedélyt megnézhetném. Hmm. De kár! Szevasz, irány az ügyészség. Hivatalból meg el kell járniuk. <laughs> szóval, tényleg érted ez. Ö, tehát, hogyha ez így marad, akkor mi fogunk minden trafikot lehet végigjárni, és, és minden trafikot főjelentünk. Tehát érted, ebben a trafikban bizony árulnak e, nikotinos elikvidet, ami pedig ütközik ebbe és ebbe a... Azt nem írhatjuk, hogy törvény Nem tudom. Tehát ez azért vicces lesz mindenféleképpen. Figyi, nekem hivatalos EU-s papíron van arról, hogy Magyarországon létezik egy olyan törvény, amit nyilvánvalóan nem létezik, hogy 4 mg per milliliter fölött gyógyszernek minősül minden készítmény. Az EU ezt gondolja, a hazai intézmények ezt küldték meg Brüsszelbe annak idején, amikor a kis petíciómat bényújtottam. Meg hát ott van egy millió nyilatkozat, hogy már pedig igen, ez az. Arra, hogy elkezdjék az eljárást ellenük, arra zseniális, aztán majd rángatják be őket. Van még egy bekezdésem a be. doktor úrtól, vagy hogy kell mondani ezt a patikus doktort? Hm? Jó, még egyet, hadd mondjak el gyorsan, de ez, Fifika, ez egyébként teljesen jó módszer lehet arra, hogy egy életre pontot tegyünk erre a szócskaféle agymenésre, mert hogyha elég sok trafikot vegzálunk, akkor elég sok narancsszínű haver, rokon és barát fog nyávogni a megfelelő ember fülébe, hogy most már nem lehet így egy normálisan trafikot csinálni, és akkor egy varázsütésre meg fog szűnni ez az egész hülyeség és helyére kerül. Krisztián, uh, ha hallgassuk meg a, a Csárli bekezd, bekezdését, a hallgassuk végét. meg a Charlie bekezdését, aztán kanyarodjunk vissza a trafikhoz, mert a trafikokkal nekem még, még mindig van, van egy pár uh, gondolatom a, a trafikokkal kapcsolatban. Igen, igen, igen. igen. Köszönöm szépen. Kezdj be, Csárli. Annyi volt uh, a patikus úr, doktor, balog úr, László úr, László doktor Dr. Balog László, Dr. László Balognak a utolsó bekezdése, hogy? Csárli igazán sikerült mozog a mások idegeire menéstől. Igen, mert itt, itt egy bekezdésben van minden írva, meg kellett keresnem. Érdeklődnék a Debreceni kutatásról. Illetve hogy a írta, de ez így grammatikailag nem jó. Sikerült-e legalább két embert szerezni még? Amennyiben valakit csak az úti költség vagy a szállás tart vissza, én szívesen felajánlom a segítségemet. Szívesen kifizetem két ember úti költségét, és ha szükséges, el tudom szállásolni őket Debrecenben. Ha lehet, így segítenék, mert nem felelek meg a feltételeknek. Mostanában valahogy gyengébbnek érzem a likvidjeidet elmaradt egy likvidjeimet, elmaradt a szokott TH, és nem nagyon tudom miért. Semmi nem változott a képletben, euh, Likvidtekerés tekerés ugyanaz. Öttered, ettered, ez már megy majd a kérdésekbe. Tehát a lényeget még egyszer mondom, ő még azt is bevállalná, hogy Debreceni révén, de nem felel meg a kutatásnak. Két embert, akár még el is szállásol, még az úti költségét is fizeti. Úgyhogy, fiúk, reméljük nem talál süket fülekre. De egyébként meg köszönjük ne, szépen a felajánlást. Igen. Köszönjük a felajánlást, mert ez nagyon menő felajánlás, és nagyon nagy vonalú felajánlás egyébként, úgy gondolom. A többit pedig a kérdés, kérd, olvasói kérdések rész, részben mondom majd. Na, mi akkor a hát, trafik? Hát. A másik, a másik dolog, ami folyamatos, Fifika. Folyam, folyamatosan zsong a fejembe, az a május 20-a utáni állapot a, a trafikok szemével. Tehát ugye beszéltünk itt mindenféle ellen, Igen? Egy kérdést tennék föl, és akkor ez bele is fűzhetnéd a válaszodat, hogy Szerinted a trafik az, ezt az egészet nem teherként éli meg? Ez a kérdésem, és ez fűz bele a válaszod. Jó. De? Jó. Tehát lesz, ugye 6 trafik van ebben az országban. Ha, ha csak 500 trafikot veszünk, aki mondjuk érdekelni fog a, az elikvid forgalmazása, meg az eszközöké, akkor ki lesz az, aki ennek az 500 trafiknak legalább alapszinten bármilyen fölvilágosítást nyújt? Segíti őket abba, hogy ne szarok kerüljenek a polcra, hogy tényleg normális ízű likvideket áruljanak, hogy a, a nem is tudom, a vásárlóik, igényeit. Valamennyire nyilván nem fogják tudni úgy kielégíteni, ahogy a szaküzletek, de mégis. És nagyon sok embernek megpendítettem ezt a, a dolgot. Kétféle magatartást véltem felfedezni, az egyik a mennyek a picsába. Ott dögöljenek meg, ahol vannak. Uh, semmi értelme az egésznek, rohadékok, sörörem, söröröm, sorolhatnám tovább a jelzőket. A, a másik az az volt, hogy hát végül is igazam van, mert, mert gyakorlatilag uh, azt a piacot tehetjük jobbá, ami ránk vár illetve hát azokra, akik be fogják tartani a, a törvény adta lehetőséget, és ezt ilyen erős macskaköröm közé teszem, de hogy hogy rajtunk múlik vapereken kvázi az, hogy a közelünkben lévő ö, trafik mit fog tartani, vagy, vagy milyen ismeretekkel fog rendelkezni erről a, a, az e-cigaretta, likvid készülék ö, piacról. És akkor itt jön egy ilyen nagyon ö, ö, erős ö, kérdés, hogy mi a helyes magatartás. Az, hogyha beleszarunk és hátráltatjuk a, a, a trafikoknak a, a működését, illetve illetve ellehetetlenítjük, vagy az, hogyha segítjük őket, és megpróbálunk egy olyan ö, piacot ö, ö, teremteni, vagy egy, egy olyan trafikot teremteni magunk körül, amit el tudunk érni, ahol, ahol esetleg még a, az eddigi likvidjeink, amiket beszereztünk innen-onnan, kaphatóak lesznek. Erről nektek mi a véleményetek? Pont ezen gondolkoztam, hogy hogy mennyire ambivalens, mennyire tudathasadásos ez az egész történet, mert egy, egyfelől szívem szerint a romás szopatnám az összes trafikost, hogy é, é, érezzék a, 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 a törődést ebben a, 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 az agybaszott magyar jogszabályi helyzetben, ami május 20-ától lesz. Meg hát amúgy sem a szíve csücske az emberek többségének a trafik, ugye a trafik múltjé óta. És ezzel szembe van a másik oldalon az, hogy hogy amiről a múltkor beszélgettünk, hogy ha az egyetlen lehetőség, hogy legálisan az emberek az alatt a kellemetlen időszak alatt, ameddig életben van ez a jogszabály, hozzájussanak, akkor az alapvető érdeke, a társadalmi érdek az az, hogy, hogy jussanak hozzá nyugodtan, és minél többfajta, és minél jobb minőségű valamihez. Úgyhogy én, nem, én balanszírozok ezen a pengén, és nem tudom eldönteni, mert egy, egyfelől tényleg rettenetesen kinyílik a bicska a zsebembe, hogyha az egészre gondolok. A másik oldalról meg ott van, hogy hát azért baromi jó lenne, hogy ha, ha nem tűnne el minden elektromos cigaretta a következő néhány évben a magyar piacról. Nem, nem tudom, még, még, még meg kell álmodnom ezt. Az én véleményem az, és a tietek is, hogy pont olyan nyitottan kell hozzáállni ehhez is, mint ahhoz, hogy amit olyan sokan megköpködtek, hogy mi van azzal az elcigi boltossal, aki esetleg majd, majd ö, a trafikot fogja kiszolgálni. Hát ez van. Tehát ki kell hozni mindenből a legjobbat, ha meg nem tudjuk kihozni, akkor kárt kell enyhíteni. És ö, ha ez azon múlik, hogy ne éhen, hogy és akkor egy picit el is kanyarodok, hogy én a trafiknak szolgálok ki, akkor én a trafiknak fogok kiszolgálni. Nem én, hanem az a boltos. És nem de akkor nem jelentgethetem föl a trafikokat. É, volt de a másik, amit mondani akartam, hogy, hogy tehát azt félreértés ne essék, hogy hát lehet, hogy másnak nem esett le, hogy hát ezt nem a trafikos akarja így, ez nem a trafik mondta, hogy én mindenféleképpen akarok foglalkozni olyan dologgal, ami rám csak plusz terhet ró, mert egyszerűbb lenne egy doboz cigit adni valakinek, mint olyan termékeket árulnom, amiről öm, hát mondjuk ki fingom sincs. Öm. Szóval öm. én nem, nem, mondanám azt, tehát nem kell őket tűzzel üldözni, és nem kell szerintem ő, ő bennük látni az ellenségképet, mert nem, nem ők azok, akik jelen esetben a, a lőállás másik oldalán vannak, a verdőni csatában, a nagy ö, mészárlásban, a nagy vérfürdőben nem ők vannak a másik oldalon az állóháborúban. Szóval én, én kicsit megértőbb vagyok velük szemben. Persze az nem mentesít az alól, hogyha én bemegyek majd oda, és és fogalmatlanul akar valaki kiszolgálni, hogy akkor annak a nem tetszésnek hangot adjak, hangot is kell, hogy adjak, mert hisz attól nem lesz jobb soha semmi, hogyha, <coughs> hogyha kussolunk, aztán, aztán elmegyünk a, a farvízen, vagy a balfenéken. Tehát akkor majd meg kell mondani, és, és így kell megtalálni a balanszot, hogy igenis, akkor hát feljelenteni, vagy nem feljelenteni, hanem Beírni, hogy ezt nem tudta, hogy azt nem tudta, hogy fogalmatlan volt, hogy ö, így szolgált ki, vagy úgy, vagy nincs, valamit el fog érni vele az ember, vagy az emberek. <coughs> Bocsánat. Szóval. Ö... Charlie, majd most figyeld meg, hogy a, ugye Krisztián van a, a hezitáló állásponton, te egy elfogadóbb állásponton vagy. És akkor most jön az az álláspont, ami bennem, bennem egyáltalán elindította. Gyújtsuk, gyújtsuk fel! fel, Az egész dolog körül a pozitív gondolkodásnak a, a gyújtó zsinórját. Mindig az volt az e a legnagyobb problémája, hogy nem tudott igazán közel kerülni a célközönségéhez. Tehát ha végig gondoljuk, nekünk folyamatosan egy kétfrontos harc volt a, a rákfenénk, ugye? Mert egyfelől, valljuk be őszintén, köpködtük a dohányosokat, még ha közülünk nagyon sokan kettős fölhasználók is, mert ugye aki végleg letette, hát az egy szent ember volt, ugyan, azt nem mondhatjuk ki róla, hogy megszűnt a nikotin függősége, ha csak, mit tudom én, egy-másfél-két év után nem tért át a nikotinmentesre, de még ilyenkor is azt mondja a, a, a szakma, hogy, hogy ez gyakorlatilag, hogy is szokták ezt mondani, hogy hogy, de még mindig imitálja azt, mintha... Ez nem leszokás, de ez mintha, a szakma do, szemellenzős fele. Mintha, ha dohányozna. Ez volt az egyik, ugye a másik felől pedig a, a, a dohányzás elleni lobbikkal kellett megküzdenünk, de sohasem tudtunk, soha nem voltunk ilyen közel mint a trafikba kerülés, tehát az e-cigarettáról beszélek. Most, mint ahogy az e-cigaretta a trafikba fog kerülni, soha nem voltunk ilyen közel a célközönséghez. Érted? Mert Értem, okay, csak okay, ne felejtsd okay, el, okay, hogy a, az e-cigarettás bemegy és dohányt fog látni, de ha a dohányos bemegy és e-cigarettát lát, akkor lehet, hogy meg fog mm, fordulni a fejébe, mm, hogy ki kéne próbálni. Figyelj, Fifika, ezzel egy gondom van, amit múltkor neked mondtam ö, ö, privátban, hogy bementem a e vagy mit tudom is én már melyik, ahol régen cigarettát is árultak, de alapvetően újságosok, és hogy láttam ott ciges eldobhatókat, úgy, úgy, olyan mostohán lebaszva a sarokba. Hát nem a sarokba igen, konkrétan, igen, hanem tehát, hogy, azt, azt mi is szóvá tettük hogy, már, hogy a facing az nem az igazi. Hogy az a meglátásom, hogy az, amit, amit te gondolsz, az akkor lenne jó maradéktalanul, hogyha, hogyha egy ilyen hatalmas töltsér funkcionálna a, az, az, az üzletnek az ajtaja, és ami idáig kint volt, azt így beüntenék a töltsérbe. De hát ez, hogy mondjam neked, hogy a, dohá, a trafik tulajdonosok ennél azért kényelmesebbek. Tehát ott nincs, ott nem lesz szerintem ilyen, hogy, hogy majd öztökéljük az egyetlen dohányellátót, hogy figyelj már, hozz még be azt a szettet, ami most jött ki, azt majd talán fél év múlva kidobhatjuk a polcra ugye, beszéljünk a számok nyelvén, hogy majd kirakjuk fél év múlva, mert addig még engedélyeztetjük több százezer forintért, ha te nem tetted még meg. Szóval ez a nagyon leegyszerűsített készlet, hát ugye nekik mi van? Rendelek barna szofit, piros szimfóniát, meg malborót, meg anyámkinyát, ezek azért annyira nem változnak. Úgy, mint, a mint az e-cigaretta. És akkor ott van most ez. Te azt látod, hogy nagyon jó, úgy, na, hogy mondjam, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy kurvára le fog csökkenni a, a kínálat is, meg a, a, szakmai hozzáértés is. És aztán nehogy ebből egy ilyen izomsorvadásos deréktól lefele bénult emberképe legyen előttem. Tudod, hogy, hogy, egy kidolgozott sportoló volt, és aztán hopp, véletlen nyakára esett, eltört a gerince, és aztán 10-15 év alatt így szépen elsorvad. Nehogy ez legyen az elcigivel is, hogy, ott van, egyre kevesebb, mert csak szarok vannak, még kevesebb, mert nem fogy, miért benne a pénzem, és aztán a következő, nem is rendelek, mert senki nem viszi. Tehát én, én csak ettől félek. Ebbe is van ráció, Charlie. Csak, csak ezt valahogy folyamatosan presszionálni kell a trafikokat, hogy ne ez legyen. Érted? és És ez még, még gyakorlatilag egy cigarettás uh, uh, fogyasztói uh, növekedést is hozhat. Jaj, uh, jaj tudod, hogyha... mikor hozhat? És majd ez, ez egy külön pont lesz uh, itt az aktuálisban, benne van egyébként, még nem szólom el, csak uh, mondom, hogy egy, kettő. Azt a két pontot megkattintod, és akkor így, így rögtön el, elmegy még az élettől is a kedved. Tehát így ez pont, tudod milyen? Ez olyan, mint az E85. Ú, gyerekek, világmegváltó gondolat, fillérekért tankolhatsz, kell egy ilyen kis bizba átalakító a kocsitba, és a nincs rajta jövedékiadó, és, és, és boz meg, ez, ez olyan jó, hogy ettől, ettől a nap is kétszer kell föl ma. És aztán, mikor rájöttek, hogy ez megy, akkor dobjunk már rá azért valamit, hát azért nem megy az úgy, hogy ez ilyen olcsó, bassza meg. Ez egy rohadt komplex ö, egyenlet lesz a végén. Én remélem egyébként, hogy a Fifikának a derüllátása kerül ki győztesként ebből, de nyilvánvalóan a pakliban benne van a, a totális elsorvadás is, meg az is, hogy szájra kap az egész, és a csomóan találkoznak vele. Én azon gondolkozom, hogy az közismert, hogy a, a dohány termékeken elbaszottul kicsi a forgalmazónak az árése. És Ugye azt veszük, hogy van két millió dohányos, és van úszkve 20 200 ezer elektromos cigaretta használó. Nyilván a számokból tudjuk, hogy a piac mérete baromira nem ugyanaz, mert hogyha 4 milliárdra tagsáljuk az elcigi éves forgalmát, és 400, mi a fene, 400 ezer millió a 400 milliárd a bagóé, akkor itt azért még van mit kiegyenlíteni, de hogy ha egy kicsit átbillen a bérle, mérleg nyelve, mivel jóval nagyobb árréssel tud forgalmazni a forgalmazó elektromos cigaretta készüléket és utántöltött mindenféle egyszerűs cuccmókot, mint amivel, amilyen árréssel dohányterméket tud forgalmazni, hogyha egy lélektani határt elér az elcigisek száma és van kínálat, akkor egy idő után, tehát a, a trafiknak sokkal-sokkal jobb lenne a zsebének is, hogyha ö, minden ember elcigizne, és nem dohányozna. Ennyi. Egy, hát, egy az, ilyen is van a pakliban. Az, az egész gondolat fölvetésem tényleg csak arra irányul, hogy hogy próbáljon már meg mindenki egy kicsit ide is, oda is áva végig gondolni. Oké, okay, tudjuk, Tényleg, ha valaki ebben az országban ö, ö, próbált tenni ezzel ellen, az egész dolog ellen, akkor azt hiszem, hogy mi hárman benne vagyunk, a, mit tudom is, az első százba biztos. De, de föl kell készülnünk arra, hogy május 20 után ö, mi lesz, és hogy hogyan lehet ebből a, az egész dologból a legjobbat kihozni. A, a dohányosok és az e-cigarettázók számára. És a, a, do, a dohányosokra én mindig úgy tekintek, mint leendő áttérőkre. De nagyon figyelj, Fifi, nem is szabad köpködni őket, hát hiszen mindenki jótékonyan elfelejti, hogy fél éve, előtte, egy éve, két éve, igen, mi, a, igen, mi a Mi a francia? Nem én szoktam igen. őket. Jó, csak, Jó, csak tudod, van, aki, egy... tudod, mint a véres rongyról úgy beszél a dohányosokról. Ez egy ez egy bevet magatart és én már nem odatartozom tot, hogy és még, még, még inkább hangot adok a a, a nem oda tartozásomnak. Hát most ugye az a szomorú hír van, hogy újra összetartozók lettünk kvázi a törvény szempontjából, de, de hogy hogy azon a, a helyet a helyet hogy hogy a, a trollkodás, a fölháborodottság és a kurvanyázásra fordított energiánkat inkább arra kéne fordítani, hogy ebből az egész dologból a, legjobb, a lehető leg, legjobbat hozzuk ki. Én ezt tudom, hogy nagyon sok ember azt fogja mondani, hogy az ő gyomra, meg a nem tudom én, Ne a gyomroddal foglalkozzál baszki, meg, meg ne a te, te harcos akaratoddal, hanem azzal foglalkozzá, hogy van tízszer annyi, vagy százszor annyi dohányzó, mint egy cigarettázó, és az a cél, hogy ebben a sanyarú időszakban, ami ugye legalább két-két és fél év még a, a jövőre vonatkozóan, minél több dohányost át tudjunk terelni az e-cigarettára. És ha ez, ez úgy van, ahogy a Krisztián mondja, hogy a trafikost rá kell hogy ezen nagyobb az árése, többet tud keresni, ugyan többet kell vele foglalkozni, lehet, hogy szakképzettebb vagy képzettebb eladót kell alkalmaznia, stb. stb. Akkor, akkor ezt kell segíteni, de én azt gondolom, hogy semmi óra nem fog az vezetni, amit egy-két csoportban látok, illetve egy-két embertől hallok meg, egymást egymás győzködő megbeszéléseknek a, a, végén, hogy a kurva anyukat elmennek a picsába, én biztos, hogy nem fogok semmit sem, ízni, meg meg fölrobbantom a trafikot, meg oda be nem teszem a lábam, meg tereröm, tereröm. Tehát szerintem nem ez a, a hozzáállás fogja ezt a, az eljövendő éveinket könnyebbé vagy, vagy jobbá és, és hasznosabbá. Tenni. De ez, mond, még egyszer mondom, ez az én véleményem. Aztán lehet, hogy valaki ezt osztja, lehet, hogy valaki nem. Én marhára nyitott vagyok mindenkivel, nagyon szívesen külön, akár külön, külön is elbeszélgetek el, erről a dologról, de én azt gondolom, hogy hogy ebből nekünk a lehető legjobbat kell kihozni. Szerintem ez egy remek téma, ötlet egyébként a találkozóra, hogy mivel mi, mi legyen a téma. Vagy mi legyen a kérdés, amit fölteszünk majd ott a sétáló interjúk közben, hogy na, te hogy látod, te hogy gondolod a 20. Ja. utáni eseményeket. Menjünk tovább, eléggé kiveséztük szerintem ezt a témát. Mehetünk. Én még idéznék egy egy nem kifejezetten nagy embert ebben a témában, mert annyiszor fölmerült a, 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 a dolog. Bened a fél államtitkár urat idézném. Aki Bened a fél munta, államtitkár előgondolkodó úr. Előgondolkodó úr, igen, hogy ne gondolja senki, hogy az elektromos szigaretta értékesítése olyan nagy szakértelmet igényel. Ha is, ő mondja, úgy van. Hát persze, hát ő rengeteget értékesített már, vagy vett is akár. Na jó van, fiú, akkor menjünk tovább, és az a kettő dolog, ami, amire utaltam körülbelül 10 perce, az az első két pont rögtön a show notes-ban, hát lehetne úgy is hívni, hogy agyfasz 1-2, de hívhatnánk újabb csapásnak is. Én a második linket találtam, de szerintem ugyanerről beszél az első is, Már pedig arról, hogy meg a... még a hetedik is. Igen, hogy a, az EU döntéshozás ö, ö, már azon gondolkodik Brüsszelben, hogy <coughs> hát azért az nem jó van, hogy hát, sőt, hu -hu, most már majd mondhatják, hogy na látjátok, ezért vittük be a trafikba, mert ez is olyan, mint a dohánytermék, má pedig, ha olyan, mint a dohánytermék, akkor nem létezik, hogy erre csak 20% adó kell. Legyen ezen is 57% mint a cigarettán. És nem itt, most tudom, nem, nem. itt most nem általános forgalmi adóról beszélünk, hanem jövedéki adóról, és majd mikor azt mondják, hogy ez a termék ezer, és még hozzárakok 57%-ot, és még arra rárakok 27%-ot, mint áfa. Szóval, na, ez már, több, ez már több oldalon is meg lett pörgetve ez a, ez a hír, és euh, először köpni-nyelni nem tudtam. Charlie egyébként én büszke vagyok magunkra, mert ha figyeltél volna, azt hiszem három podcasttel ezelőtt mondtam el, hogy az EU jelentés, ami a, a dohányiparnak szól, abban föl, fölvetették a jövedéki adót, ez ennek a, a jelentésnek az elemzése után született cikk áradat a, a, neten. Tehát senkinek ne legyenek kétségei abban. Mondjuk rajtam jót rögtek, mikor mondtam, hogy Romániában. <laughs> Oké, okay, várjuk ki a végét, mert én azt gondolom egyébként, hogy az egész kurva eu Románia gondolta a legjobban ezt a, a jövedékét, történetet. Majd meglátjuk, hogy a, a többi helyen mi fog történni. És az én ö, linkelésemből szeretném az utolsó mondatot kiemelni. All vapors must vote to leave United Union. Na. Hát ilyen mondatokkal hívják fel az emberek figyelmét, hogy hogy fejezzék ki a nem tetszésüket. És ez Angliában, nem vagyok most nagyon képben, hogy, hogy mennyire életszerű, hogy ők el akarják hagyni az Uniót, de azért kemény már, mikor ilyen mondatok hagyják el valakinek a száját, hogy akkor így fejezzük ki a nem tetszésünket. Szavaz úgy, hogy az EU-ban nincs nekünk ott a helyünk. Ne legyen az EU-s törvények ne lehessen ránk húzni az EU-s törvényt, mondjuk ezért. Nem tudom, hogy a te mennyire szofisztikálták a, a dolgokat ott a Velvet Glove Iron First vagy nem, Iron Fist blogspoton. Hát ott elég keményen szokták osztani az észt. Engem az egésznek a folyamata fogott meg, és így, így hátulról rám is terült egy ilyen képzeletbeli árnyék, hogy hogy nagyon könnyedén megadták magukat annak idején az Európai Bizottságnál, amikor végül is le lett szavazva a gyógyszerészeti gyógyszerszabályozás, vagy az elektromos szigoréta gyógyszerterméké való minősítése, és maga az egész folyamata ennek nagyon komoly. Tehát decemberben kijött a bizottságtól egy jelentés, amiben ugye az volt benne, hogy az elektromos cigaretta adók jelentős hosszú távú költségvetési következményeket jelenthetnek az államkasszák számára. Na most erre ráharaptak ugye a a, 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 tagállamoknak a, 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 tag, a tagállamoknak a képviselői, és február 26-án volt egy találkozó, ahol a tagállamoknak a képviselői arra jutottak, hogy felkérik az Európai Bizottságot, hogy dobjon össze egy ö, törvényjavaslatot, EU-s törvényjavaslatot ez ügyben, hogy akkor EU szinten jól meg lehessen adóztatni az elektromos cigarettát. Ö, a, az egyik érvelésük az volt a minisztereknek, hogy az elektromos a az hasonlóképpen az ilyen újszerű termékekhez ellentmondást és jogi bizonytalanságot teremt egy egységes piacon, hogyha rájuk nem vonatkozik a büntető adó nem. Nyilván ez egy szócsavarás és szócséplés, de hát politikus spét ez jön ki. És hogy is mit mondtak? Még azt is mondták, hogy más egyéb, kifejezetten erre a dologra kitalált adónemekkel még a, a közegészségügyi célok elérését is e, könnyebbé tehetnék, hogy, e, hogy ezt mégis hogy, meg mint, azt nem tudom, de hát itt, itt nagyon a, 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 az EU-s rabló, az EU-s tagállamok e, kormányainak a lerabló gépezete, az most így kapott egy ilyen kis pöckölést a fantáziájának, hogy te jó, hogy nem lett ebből gyógyszertermék, Úristen, me mekkorát szakíthatunk, hogy most ez ilyen. És aztán megszólalt két EU-s EU hivatalnok is. Az egyik azt mondta, hogy nyilvánvaló, hogy az elektromos szigaretták ára föl fog menni ezek után, hogyha ezt, ezt tető alá hozzák. A második pedig azt mondta, ez az igazi politikus, még túl korai bármit is mondani erről, hogy milyen hatásai lehetnek ennek. Az meg, meg büntető adóztatod, mégis milyen hatásai lennének. Egészen, egészen, egészen elképesztő. Úgyhogy most kinyílt a csipájuk, kinyílt a csipájuk, és most mennek ebbe az irányba, hogy ha már ilyen jó sikerült dohányterméket csinálni belőle, akkor nyomjunk rá még ezt azt. Na, engem, engem egy, egyrészt nem, nem lep meg maga a, a gondolkodás mód. Tehát amikor egy, egy politikus azt mondja, hogy, hogy a törvényi, tehát a törvény a, törvényi biztonságot szolgálja az, hogy ha az e-cigarettán jövedéki adó van, és csak gondolja arra, hogy, hogy eddig a mi volt a duma, hogy a dohányzáson azért, tehát a dohányon azért van a jövedéki, mert, mert hogy ú, micsoda a közegészségügyi károkat okoz, meg tarorom, Ráadásul a dohányt kétfelől adóztatják, alulról és fölülről is, ami plusz ugye van egyfajta egészség, pénztári bevétel egy csomó országban a dohány termékek forgalmazásán, és valószínűleg ugyanezt akarják ráhúzni az e És ez az engem azért nem lett meg, mert, mert volt egyfajta meetingünk annak idején a, a gyógynövényes cigaretták kapcsán, és akkor döbbentem meg. Nem, először nem akartam elhinni. Ezt hogyha, mesélted? Ja. Ha, ha egy gyógynövényterméket cigaretta hüvelybe töltök, azon ugyanannyi jövedéki adó van, mintha dohány lenne benne. Tehát gyakorlatilag nem is látsz ezeknek az embereknek a fejében. Más csak a, a borzasztó nagy euró, meg, meg hát azt nem mondhatom, hogy dollár, ugye, mert Európa vagy, a borzasztó nagy euró, jelek ott pörögnek érted a, a kasszába, és ez a fajta uh, nem is tudom, kapzsiság el fogja vinni az értelmet az egész mögül. És még egyszer visszatérek a, a román ö, ö, adóztatásra, ami a, az országba bekerülő ö, ö, pure nikotint adóztatja meg, és nem milliliterenként a, az abból készült likvidet. Romániában valami baj van, hát ezek nem tudják, hogy így nem lehet akkor ezt szakítani rajta. Nem tudom. Hű, és ez egy... és, és, és És azt egy, egyébként én ezt javasolnám az egész EU területén, érted? Mert a, a másik problémám az, hogyha egyszer az Európai Bizottság ki fogja mondani, ezt a fajta adóztatást, amiről most beszélnek, hogy kifelé, és nem tudom én, majd kitalálják, hogy nikotintartalom, vagy, vagy csak simán milliliterenként nikotintartalomtól független az utántöltő folyadékokon ennyi adó lesz, az onnantól kezdve minden európai tagállamra érvényes lesz. A mértéke nem, de hogy így kell megállapítani, az biztos. Nem tudom, hogy e... ez hogy működik. Úgyhogy szerintem itt még a, a, a nemzetközi e-cigarettás közösségeknek hihetetlen feladatuk van rendet tenni a fejekbe, és hogyha adóztatni kell, akkor a román példát kell minden fórumon fölhozni, hogy az egy elfogadható, mindenféle tekintetben jó dolog egyébként. És hogy hozzá hozzáfűzzek a pénzügyi vonatkozásokhoz, meg hogy mennyire kaptak vérszemet, meg dollárjelet. A, az EU Observeren, ami van cikk, abban az szerepel, hogy a tagállamoknak a pénzügyminiszterei március 8-án találkoznak. A névnapomon, hogy rohadjanak meg hogy tovább. Ezek is hallgatnak minket. Hogy tovább gondolkodjanak, előgondolkodjanak a témáról. Ez az egyik. A másik pedig egy, egy összeg, ami. Ö, komolyan mondom, azért voltam ilyen csöndben, míg ti ö, olvastatok, addig én itt a nullákat jobbról balra elkezdtem számolni. A, azt mondják, hogy a, ez csak a UK, tehát csak az Egyesült Királyságban éves szinten a dohánytermékre a tax 15,5 milliárd font. Megindult a dollár, fontjel, megindult a fontjel, és akkor most, hát ha nem is 15 milliót, vagy milliárdot, de ebből is szakítani fogunk, basszátok meg. És ugye Az mond... van. Jó, bocsánat. Mert hogy azt mondják, hogy egyébként a, a, a globális e-cigaretta értékesítés, az tavaly, bocsánat, az utolsó éve, nem tudom, hogy itt mi a, mi a referencia év, az utolsó évben 7,5 milliárd euró volt, De elemzők úgy lövik be a, a forecast, mi az anyám előjelzést, hogy, hogy ez 46 milliárdra fog nőni 2025 és 2030 között. Ez, amit már múltkor is mondtam, hogy hát persze, persze, csak gyerekek ja. hát ahhoz terméket kéne árulni, nem a szart. Ö, és hogy nekik az a tervük, hogy a jelenlegi szabályozás szerint ugye az EU összes országában jövedéki adót fognak előírni, ami legalább 57 százalék. Legalább 57 százalék. Többet szabhatsz ö, egyébként neki, de minimum ennyi legyen a a, mi van még itt? Csak itt gyorsan olvasom közben. Ö, ja, ugye mondják, hogy legrosszabb esetben is ö, ugye a, a jövedéki bevétel önmagában legalább 15,5 milliárd, itt már euró lesz évente, és ö, február 29-én azt mondta egy EU tisztviselő, hogy ö, ö, hogy teljesen természetes dolog, és magától értetődő, hogy felfelé megy az egy cigaretta ára is, és ezzel akkor a, a, a taxot is ki kell rá vetni. Hát de nem tudom a kettőt kontextusba helyezni, hogy azért, mert valami megy, azért miért kell rá, értem én, értem én, hogy miért kell, csak föl nem foghatom. Hát, mert itt is össze akarják mosni a dohányzással. Tehát igen, igen, az úgy szól, hogy ha, ha növekszik a forgalma, akkor még súlyosabb adóval kell sújtani. Itt is, ez is megemlíti azt a mondatot, amit te mondtál egyébként, hogy túl korai lenne megmondani, milyen hatásai vannak. Ennek hát az milyen hatása lesz? Egy rohadt közgazdaságtan órára és tudni fogod, hogy milyen hatásai vannak. Tehát nincs agya ezeknek az embereknek. Persze van agya, ez csak nyomja a bullshit ki a fejét. És hogy tulajdonképpen ez nekünk jó lesz, mert hogy a jövedéki szabályok ö, ö, lesznek az árakra, és ez is egyfajta piac ö, élénkítő hatást fog ö, kialakítani. Árverseny. Tehát ez, ez az, amikor a csökkenés, növekedés. Igen. De egyébként itt elég konkrétan fogalmaznak, tehát itt, itt amikor leírják azt, hogy nem tudom magyarul, hogy, hogy szép az az a kifejezés, hogy lobbizási háborúra való felszólítás. Tehát ez a, az érveljünk, és, és az érvelést itt már egy olyan szintre emeljük azzal a szóval, hogy háború, hogy hát ennél durvábbat már nem tud senki. Tehát ez olyan, mint a 21 arra már nem kérünk lapot. Egyébként tehát a, a, a lobby háború az így ebben a formában nem állja meg a helyét. Ugye az e-cigarettának két ellenzője lehet. Az egyik az a dohányipar, a saját bevételei kiesése miatt, a másik a gyógyszeripar. Aki, a, és azt hiszem a, a, az Euro Observer-es cikkben ott konkrétan le van írva a, a, Philip Morris. a, a Glaxo Schmidt Klein neve, és szerintem ebben a jövedékibe ezek nagyon egymásra fognak találni. De itt Tehát pont azt mi... írják a, az EU observeren hogy hogy a, a Philip Morris, én úgy veszem ki ebből, hogy hogy azért ez próbál azért finomítani ezen, egy picit engedni a gyeplőn, mert hiszen ha az új korlátozás ö, életbe lépne, ö, ugye ők azt mondják, hogy hát az e-cigaretta segítségével az emberek leszoknak a dohányzásról, ne felejtsük el, hogy nekik nem ez a cél, hanem ha rákerül még a plusztax, akkor nekik annyival kevesebb lesz a margin. Vagy jaj, jaj. mi az Isten a jutalék, vagy árrés? Igen, igen hát, csak. Tehát csak gyakorlatilag az, a nyereségüket akarják védeni. Csak az, csak az ő az ő olvasatukban a, a jövedéki adó az egyben azt is fogja jelenteni, hogy a piacról egy igen-igen egy nagy független szelet azonnal kizáródik. Érted? Hát egy csomó gyártó nem fogja tudni a jövedéki megfelelőséget biztosítani. Neki ahhoz raktár kell, ha nincs raktár, akkor be kell kerülnie valamilyen jövedék, valamelyik cég jövedéki raktárába, stb. 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 Szóval ott, ott, már, ott, már, azért az egy olyan durva szabályzás, ahol, ahol a kicsiket egy mozdulattal ki lehet legyinteni a, a, piacról. Most is lesz egy óriási leolvadás. Azért lássuk be, hogy a, a garázskeverő műhelyeknek egy időre azért most egy picit meglebegtették a lába alatt a betont, de, de a jövedéki az, az a kőkemény játék, ahol tényleg ki lehet nyírni mindenkit a piacról, és igazán csak a nagyok fognak tudni bent maradni, és ezek a nagyok jó része a dohánycégekhez kapcsolódó gyártó lesz. Ennyi. Azt érik el ezzel a, a bitang felvilágosult nyugati Európai Unió és az Egyesült Államok, mert nagyjából ugyanazok a szelek fújnak mindenhol, hogy mint a legvörösebb kommunizmusba visszatér ezen a, ebben a szegmensben a kínálati piac, és semmi keresleti piac nem lesz. Tiszta agybajba ez meg. Egyrészt, másrészt meg én azt látom, hogy, hogy húzogatják a macska bajszát, mert ez, ez, ez a fajta hozzáállás, ez az euroszkepticizmust fogja erősíteni minden ország vaperjében. Tehát ha, ha, itt központilag elrendelnek egy minimum 54%-os jövedéki adót, akkor én is azt fogom gondolni, hogyha egyszer oda kerül a sor mondjuk ha az angoloknál szavazni kell, amiről tudjuk egyébként, hogy hülyeség, mert ha Anglia kilépne az EU-ból, akkor egy aránylag néptelen szigetté válna, de, de hogy, hogy, hogy hogyha húzni, vagy nyomni kell a gombot, vagy húzni kell az X-et, akkor lehet, hogy ez lesz az utolsó csepp a pohárba, hogy azt mondja a szavazó, hogy anyátok, bazd meg, nem kell az EU. Pont. Csak eddig, ed, ed, eddig nem, nem jutnak el a, az előgondolkodásban. Ezt kicsit finomabban fogalmazta meg Oliver Hoodman vagy Hodman, vagy <laughs> Hodman, zseniális, aki uh, egy brüsszeli székhelyű uh, cégnek, a, a, egy civil szervezetnek a uh, vezetője, és ő, ő azt mondta, és megint mi, már megint mi vagyunk a terítéken. Cold and angry... Érted? Angry. Tehát ő egy, 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 dühös kampányra szólítja föl az embereket, nagyon erős érzelmek kinyilvánításával. Erős érzelmek kinyi. hogy, hogy mondjam ezt szép magyarul. Kimegyek a nefielés és fölgyújtom magam. Nem magadat szerintem. A Benedát. <laughs> nem, nem, én nem mondtam ilyet. Gondolkodjunk ugye, ugye előre. Voltosan. Igen. Ilyet még kommentbe se lehet, jó? Igen. Azon gondolkozom, srácok, egyébként ez így meglódult a fantáziám, nem tudom, cyberpunk stílusú dolgokat mennyire olvastok, fogyasztotok. És ugye William Gibson, Neuromanca, stb. stb. vagy szerepjátékos, a Shadow ilyesmi. Azon nőttem föl. És az egész cyberpunkos koncepciónak írótól függetlenül alapvetően alapkoncepciója az az, hogy összemosódik a határ a, meg a, cégek megacégek és az államok között, a kormányzatok között, és hogy profitorientáltság, minden mennyiségben, stb. stb. És hogy ezen gondolkoztam, hogy az olyan szinten elértük ezt a fajta holmit, hogy igazándiból az állam nem azt csinálja, ami a dolga lenne, hanem egy, egy profithalmozó, közpénzlopó, gazdasági szervezetté alakult át a legtöbb helyen. Hogy, hogy, ez valami egészen elképesztő. És így végig pörgettem a fejemben az elmúlt öt évnek, a, a vagy négy-öt évnek a, a, az eseményeit, és egészen durva. Hogyha nem bánjátok, akkor így végigfuttatom, hogy így összefoglaljam, hogy mi is történt. Ez okay. érdekes, hogy jött az ECG, jött látó győzött, ugye, és így elkezdett szépen növögetni. És amikor a, a gyógyszerészeti, vagy a, a, gyógyszergyártó cégek elkezdték először észrevenni, hogy igencsak látványos mm. rések kezdenek keletkezni a leszoktató termékeik eladásaiban, akkor elkezdtek nyávogni a dílereik fülébe. Na most ezeknek a cégeknek kik a, díl, a legnagyobb dílerei? A legn Magyarországon például az OFI Nefi, az ANTS, a Korányi, akik közvetlenül súlykolják bele a dohányosokba, hogy ezt, ezt a gyógyszerted, ezt a tapaszt nyomd föl, ez az egyetlen egy biztos, ami működik, már majdnem 5% hatékonysággal, ezt elfelejtik hozzátenni. De alapvetően ezek a dílereik, tehát közvetlen szimbiózisban vannak, nyilvánvalóan tömődnek a pénzek jobbra-balra, elkezdtek nyávogni itt a, az, kvázi az egészségügyi háttérintézmények képviselőjének a fülébe, hogy úgy gyerekek, valamit csinálni kéne. Aztán ezek elkezdtek nyávogni, ugye ők azért közvetlenül be vannak kötve a, a, az államaparátusokba, mint nálunk a, az emmi, vagy tetszőleges tagállamnak az egészségügyi minisztériuma. Elkezdtek nyávogni ezek tovább főjebb a létre, jött a besározás, jöttek a, a, a szar kiforgatott tanulmányok, hogy így lobogtatják a többi tanulmány, a normális tanulmányok figyelmen kívül hagyása, és aztán ezek így addig nyávogtak, amíg eljutott végre odáig, hogy a jogalkotás szintjén, és lehessen valamit tenni ez ellen a, a, a dolog ellen. Azt, hogy menet közben e, megpróbálták ugye az EU-ban e, gyógyszerterméki minősíteni, na ez nem sikerült, de akkor csináltak egy elbaszott szart TPD-t. E, és eljutottunk oda, hogy alapvetően e, sikerült egy olyan közeget létrehozniuk, ahol adott egy termék, ami teljesen önállóan a semmiből kinőve magát, emberek millióinak segített abban, hogy letegyék a cigarettát, ahol nyugodtan kimondhatjuk, az állami apparátus, a közegészségügyi intézmények csődöt mondtak, hosszú-hosszú évek óta csődöt mondtak, mert egyáltalán nem úgy működött ez az egész leszoktatós buli, mint ahogy ők azt szerették volna. Csődöt mondtak, ezzel szemben az elektromos cigaretta nem mondott csődöt. Itt van tehát egy termék, ami emberek életeinek, emberek millióinak menti meg az életét. Mit csinálnak ezek az emberek, akiknek alapvetően az lenne a dolguk, hogy védjék a, a, a mi egészségünket és az életünket? Minden követ megmozgatnak, hogy megnehezítsék a, a, terjedését, a forgalmazását, stb. És rásütik erre, hogy azért, hogy mi egészségesebbek legyünk egy olyan termékre, ami életeket ment. És aztán megyünk tovább. Itt vagyunk most, és elkezdenek, hogy kinyílt a csipa. Hú, basszus, ebből kurva nagyot lehetne szakítani. Nyomjunk rá jövedéki adót, meg büntető adónemeket, meg mindenféle szírszart. És megdrágítják, nyilvánvalóan egyrészt a TPD-vel és a TPD folyamányaival korlátozzák a hozzáférhetőségét, még meg is drágítják, még jobban korlátozzák a, a hozzáférhetőségét, és ennek az egyértelmű közegészségügyi hatása, hogy kevesebb ember fog egy lényegesen hatékonyabb eszközzel találkozni, aminek a segítségével megszabadulhatna a dohányzástól. Mindezt miért? Az első körben azért, hogy nehogy profitot veszítsen már a jó barátunk, aki töm minket pénzzel a gyógyszeripar, és hú, hát ha már ezt ilyen jó kitaláltuk, akkor ebből mi is kurvára megszedhetnénk magunkat. Nem foglalkoznak se egészséggel, se élettel, se az emberrel. Egész egyszerűen tömik a zsebüket, és kihasználnak egy ilyen lehet, egy ilyen zseniális eszköz, lehetetlenítenek el és taposnak a, 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 sárba, és vetik vissza közel egy évtizeddel a, a, az egész iparnak a fejlődését, pusztán önző szemét aljasokokból. És a legdurvább az egészben, hogy még van pofájuk kiállni, be, az meg kamera előtt elmondani bele a mikrofonba, hogy hát ez bizony az egészségvédelem érdekében, és ez azt a célt szolgálja, hogy a közegészség jobb legyen. Még hülyének is néznek, e, egészen, ez ha én szuperhős lennék, fölkerekednék, én lennék Batman, az fölkerekednék is, körútra indul, nem valami gyorsabb, mert baromi sokáig tartana, én lennék a Flash, fölkerekednék, fölkeresném az összes ilyet, akiről tudom, hogy részt vett ebbe, megverném egyszer, megverném még egyszer, csak hogy eljusson az agyáig, és megverném még harmadszor is, csak hogy érezze a törődést. Az összes mocskos szemétládának hihetetlen. Annyira, 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 annyira gusztustalan fúj. Krisztián, értsd meg, ez nem ellened van, ez érted. Törődjenek bele. Na, ezt már nem, nem akár... törődünk bele, nem törődünk bele. És tökre igaza van az embernek, aki azt mondja egyébként, hogy egy jóval erősebb fellépés kell, és, és nagyon erős érzelmekkel, és a többi, és a többi. Hát itthon nekünk ezt idáig nem sikerült átütni az inger küszöbet az embereknél, meg nem sikerült annyira az utcára menni. De hogy hogy valami lesz. Tehát nyilvánvalóan az információ szabad, pontosan tudjuk, hogy ez hogyan működik, nagyon sokan vagyunk, fog ez tovább terjedni, úgyhogy nem lesz öröké, ez így, de hát a kérdés az az, hogy két évre lesz ez így, vagy 22 évre. És hát nagyon-nagyon nem mindegy, mert menet közben döglenek bele az emberek a dohányzásba, és ezek az emberek meg a gyógyszergyári Glaxosmithkline-os haverjaikkal. Benedázgatnak, demjéneznek, idikó közben megy ide-oda, amoda, fú, nagyon kár, hogy nem vagyok egyébként, egy, egy, Egyébként maga a piaci magatartás is azt, azt támasztja alá, amit te mondasz, mert hogyha ha józan észre végig gond, te lennél egy piaci stratégia, akkor azt hogy oké, okay, most az elkövetkezendő 5 évben hagyjuk az e-cigarettát fölfutni, aztán majd szép lassan elkezdjük megterhelni adókkal, és az ad és átveszi gyakorlatilag a, a dohánytermékből származó adók tartalmat, és akkor észre se veszed, azt egyszer csak majd ugyanott fogsz tartani vele, mint a cigarettán. Nem ez van hanem, hanem már a korai szakaszban, mert azért lássuk be, hogy, hogy most az e az még egy korai szakaszban van, hogyha megnézed ugye az erőjelzéseket, akkor, akkor az egy sokkal nagyobb növekedési uh, rátát fog hozni az elkövetkezendő öt évbe, de így nem. Tehát, hogyha most agyonvered adóval, akkor, uh, akkor uh, a következő uh, szakaszt, növekedési szakaszt nem fogja produkálni. És gyakorlatilag tényleg arra megy ki, hogy el lehetetlenítse magát az e-cigaretta piacot az elkövetkezendő öt évre, mondjuk, ha így nézzük a, a az eljövendő dolgokat. Hát jó, még az jutott eszembe egyébként, hogy anariát mindenhova, és így meneszteni ezt a sok büdös tolvaj szemét hazú állatot. De jó lenne, édes Istenem. Na nem az anaria, csak meneszteni, már, már így kiszellőztetni ezek után a, a Na a ugor, a ugorjunk meg, Krisztiánnak már látom, hogy 170 a vérnyomása. Nem, most így viszonylag higgadt vagyok, csak így ilyen, ilyen hi, hi, hogy mondják ezt, nem itt eszembe. Higgadt tudatosság lett úrá rajtam, igen. Sikerül. Gyilkos, gyilkos, igazság. Azért én fölviszem most benned a Melyiká? pumpát egy címmel, aztán itt, itt megengedem, hogy ö, kihordjál újra lábon egy agyvérzést, egy újabb agyvérzést ma. Ugyanis tudósok, képzeld el, tudósok megállapították, hogy ö, <laughs> nem tudom, a számon röhögök, nem az én számon, hanem ezen, amit olvastam, az e-cigaretta. Egymilliószor rosszabb, károsabb, mint a hongkongi levegő. <laughs> Tudjátok, az a, az a távol-kelet, ahol, ahol ö, mindenféle külön ö, tájképeket festenek, hogy le tud magad fényképezni, mert nem látszol a smogtól egyébként 10-20 méternél tovább. Ö, Én olvastam azt a cikket, de, de iszonyúan nem értem a. a tudósokat. Már hogy a, a... Én Farszalinos elemzését olvastam, és az é, nagyon szórakoztató igen, volt. Igen, igen, Annyi, igen, igen, Millió, millió, millió rózsaszál. Ezt kikívánkozott belőlem. <laughs> Jó, ennyi. Ez csak egy kis színes érdekesként kívántam beszúrni ide, hogy hogy... Ez engem már nem mérgesít föl, én ezzel már jót kacagtam a héten. Tulajdonképpen én, én azt fogom kérni akkor születésnapomra a kormányunktól, hogy egy szor egészségesebb levegőt szeretnék a tüdőmbe juttatni, tehát küldjenek ki Hongkongba egy hétre, hogy kicsit rekreálódjak hogy érezd, érezd, hogy mi a különbség a hongkongi levegő és az e-cigaretta között. Hú, egy, egy, milliószor több oxigén. Fú, te úgy elkezdenék nőni ott, mint a Millió Milliószor mi? Az egy milliószor jobb levegő, az csak egyféle módon lehetséges, hogyha egyáltalán nem jutsz levegőhöz, tehát vákumba, ami a levegő szempontjából egy üres halmaz, és amelyre matematikai szabályok alapján az üres halmazra minden állítás igaz, így akár az is, hogy egy szor jobb. Máskülönben sehogy hogy nem tudod <laughs> összehozni ezt a szám. csak hogyha, csak hogyha az üres halmazt szorzod, az nem, nem lesz növekedés. De Fifika, ez olyan, mint hogy a párhuzamosok az az. a végtelenben találkoznak. Igen. De a fél végtelen is végtelen. <laughs> igen, és a, a hogy hívják a szuperembert, az elszámolt a végteleni kétszer. Csak Norris. Csak Norris. Csak Norris. Norris. Vigyázzál, mert belehajít a napba, hogyha a szájár, szádra veszed a nevét fölöslegesen. Minden ütésem halálos, de tudok nagyobbat is ütni. <laughs> Na, hogy földobjuk, és egy, egy picit a 180-ról lemenjen a vérnyomás. A CM Locker egy rakás szar. No, hát nem hagyott, hogy beszéljek Farsalinosról. Hát akkor beszélj, hát ha neked ez a fixa ideát, hogy a vérnyomásod szereted a agyvérzés közeli állapotban tartani, akkor do it. Nem, ezektől én már nem baszom fel az agyamat. Jó, hogy a cicák balhéznak itt nálam. Üh. Szóval a hongkongi baptista egyetem hozta össze ezt a remek tanulmányt, és Farszainon az természetesen rárepült, és itt arról van szó, hogy 13 fajta elektromos cigarettát gyűjtöttek össze a, a, a piacról, de arról egy szót sem szól a, a, a tanulmány, hogy mégis milyen módon végezték ezeket a méréseket. Policiklusos aromatikus szénhidrogéneket meg e, e, vizsgálta, és ami a gázolaj és a dohány égetésekor jön létre. És írja Farszalinosz, hogy hát a legérdekesebb ebben az egészben, hogy ugye nincs égetés az elektromos cigarettában, úgyhogy nem kéne, hogy ilyesmi létrejöjjön. És csinált egy jó számolást is, hogy a, a policiklusos aromás szénhidrogének a szabad levegőben Hongkongban 1998-as papír szerint 48 nanogram légköbméterenként Hongkongban. Szóval a levegő 1000, nem 1 millió milliliterére jut 48 nanogram ilyen policiklusos aromás szénhidrogén. Fú, de hosszú ez a mér. Ez alapján kiszámítható, hogy a hongkongi levegő napi adag, a honking, na, a hongkongi levegőből a szervezetbe jutó napi adag ebből a pasznak fogom hívni, tehát a paszból 960 nanogram. Az elektromos cigarettákból kijutó mennyiség a paszra számolva, feltéve, a, hogyha a tanulmány nem tévedett ebben is, 9-től 1500 nanogram. Na most ez 90%-kal kevesebb, vagy 50%-kal több, mint a levegőből egy nap a belédjűtő szervezetetbe jutó mennyiség. Tehát igazán vagy 0,9-szer annyi, vagy másfélszer annyi, valahol itt a kettő. Között. Hogy ebből hogyan sikerült az egy körüli számból egy milliót csinálni, az teljesen érthetetlen. A másik nagyon érdekes a tanulmányban, hogy egy szál cigarettát vet össze valamiért egy milliliter e ami egy átlagos felhasználónak az egyharmad napi adagja. Tehát durván nyolc szál. Igen, igen, igen. Teljesen. Tehát dugig van a hülyeségekkel az egész tanulmány, semmiről nem ír pontosan, hogy hogyan mérték és miért, meg ilyenek, de nekik sikerült, de tényleg Farszalinosz 5 perc fejszámolással, meg egy kis utánajárással kihozza, hogy körülbelül egy a szám, egy milliószor rosszabb. Valakit megint megvettek ezúttal Hongkongba. Mm be is zárom. Zárd le, mint a CM Lockert. Na, most jöhet a CM Locker. Hát én úgy megörültem ennek a CM Lockernek fifika, és el is kezdtem használni, és végre tudtam már a lock screenről léptetgetni a zenelejátszómat, meg minden, de azt kellett, hogy észrevegyem, hogy ez szopja az elektromos áramot. Olyan szinten egy nap alatt csontra meríti a telefonomat, hogy az valami egészen elképesztő. Mert lock nem tudod vezérelni a zenédet? Ezt mondtam a múltkor, hogy a Huawei-nek, amit nem tudok jó kimondani, ugye, de semmi baj, e, tehát a kínai H betűvel kezdődő telefonnak a, a, a lock az nem kompatibilis semmilyen zenelejátszóval, ami kompatibilis a natív androidos lock screennel, és csak a sajátjukat hajlandó vezérelni. És ezért szerettem volna egy ilyet, hogy ne kell mindig belépni, hogyha mondjuk albumot akarok váltani, vagy meg akarom pauzolni, mert éppen valami van. Megyél, ez a, itt úgy megörültem a CM lockernek, és szép Na, színes, hozzá az időjárás jelentést Figyelj jelentés közül, ott Valami, ott valami nem nem kóser, mert mert nekem pont a CM locker, az ami ami abszolút nem piszkálja az és a a statisztikában nézegeted. Az igen, igen, igen. Í írja róla, hogy egyrészt a statisztika, hogy irgalmatlan mennyiségű energiát zabál, hát másrészt meg semmi más nem tettem föl, és azt vettem észre, hogy a telefonom alapvetően, ha nem töltöm, három nap után kezd el nyávogni, vagy most már azért kéne valami áramforrás csatlakoztatnom rá. Így meg mióta a CM locker van, ha nem teszem föl minden este, akkor reggel kivankarcsolva a telefon. Hm. Nekem ilyen 1%-ot vesz le a teljes görbében lehet látni, hogy sokszor a telefontétlen az nálam többet veszel, mint a, a, CM Locker. Nem tudom. Én hatos Androidot használok, Samsungot nyilván az volt az első, hogy lehajítottam róla a saját oprendszerét. A CM13 fut rajta, semmi bajom nincsen vele. Na, majd megpróbálok utána olvasni, hogy hát, ha van valami megoldás, de szomorodtam, mert megszerettem, de hát ezt nem tudom vállalni, hogy rövfevégjel dugdosom a háromra. Ez egy miniszínes volt. Hogy egy kicsit megpergessem az eseményeket, mehetünk az olvasói kérdésekre? Hogyne. Jó. Akkor először a Patrón Kérdés. Uh, ugye, ami volt az előbb, elmaradt a szokott TH, és nem nagyon tudom miért, semmi nem változott a képletben, eszközök, likvidek, tekerések, ugyanazok, lassan egy éve szívok hármas, négyes erősségű leveseket, de mostanában visszatértem hatosra, mert nem kaptam meg a megszokott érzést. Miért lehet ez? Veletek előfordult ilyesmi? Velem akkor, hogyha le van merülve az akkumulátorom. De felteszem, hogy ez nem ok ebben az esetben, nem tudom. Hát látni kéne a tekerést. Egyrészt tudni kéne, hogy tényleg annyi nikotin van a likvidbe, mint amennyit föltételezünk. Jó múltkorában volt egy aranyos esetem, hoztak valahonnan nem tudom, hogy honnan. Nem is érdekes, de hoztak valahonnan hozzám uh, likvidet, és hogy uh, nézzük már meg, hogy mennyi benne a nikotin. Ez egy hatos alaplé volt, és azt hiszem 3,2-3,4 közé uh, titráltuk. Uh, tehát majdnem a fele uh, volt a, az adott mennyiségnek. Hát ilyenkor én azért szereznék be más forrásból is. Azt megnézném, hogy az a mi a helyzet, illetve azt tudjuk ugye, hogy a, a tekercsek közti távolság illetve, az a, magasság, hogy? illetve, a, illetve a, a magasság, illetve a levegő a, magasság. magasság. Tehát van egy csomó dolog, ami befolyásolhatja a, a th az ér, érzésre a th ezt tudod, mi lesz? Ide is, ide is, bejött Water White. Ütik, mint a heroint. Az is lehet, hogy fölütik valamivel. <laughs> Nem tudom. Tehát, Fogyálóa. én biztos, hogy, hogy ebbe a, ebbe a két, két, irányba tapogatnék tovább. Oké, okay, következő kérdés csoport Gyulától. Három kérdése lenne. Első. Ti személy szerint hogyan készültök a május 20 a utáni időkre. Azt sejtem, hogy Fifika csak kirándul egyet-egyet medveországban, de ti, mármint hogy Mujó és én. Mik a hosszú távú terveitek arra az esetre, ha tényleg nem sikerül változtatni ezen a Frankensteini szabályozáson? Hát Mujó... Mujó... Mújó. Jó, én nem nyomom a gombot, basszus, elfeledkeztem a gombra. <laughs> szóval én úgy készülök, hogy már egy ideje szondázom a, 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 rokonokat, hogy ki mennyit fogyaszt egy havi átlagban, és azzal készülök, hogy május végére, nyilván még ilyen április magasságába legalább egy évi adagot mindenkinek berendelek, bekeverek hogy ez meg legyen, plusz még némi tartalékba a alaplevetés és nikotint, hogy legalább egy évre biztonságban legyünk. A hardware oldalról igazából szerintem már jól föl vagyunk szerelve, úgyhogy a Örök élet ingyensör kúzi, cuzmókok, -ok azok azért elég sokáig húzni fogják. Úgyhogy én személy szerint így készülök erre, és folyamatosan csuriban van az újam, hogy maradjon meg a határon átívelő forgalmazás lehetősége, mert az még azért némi könnyebbséget fog hozni, hozhat a ránk áru, nehéz időkben. De úgy beszélünk, mintha már itt lenne, és addig még megbukhat az alkotmánybíróságon, meg mindenhol, úgyhogy én inkább pozitív vagyok, nem akarok ilyen uh, fatalista felhangokkal beszélni róla, hogy mintha már itt lenne. A másik meg az, hogy uh, mélységesen uh, Ebből a szempontból kivált kép, meg más szempontból is mélységesen gustoztalannak tartom, ami ebben az országban megy egy ideje. Úgyhogy nálunk nagyon a terítéken van az is, hogy záros határidőn belül kalapkabát és kabbegyékok. Öreg vagyok én már ahhoz, hogy a, a maradék kellemes éveimet egy ekkora elnézést ki fogom mondani, gusztustalan fosadék szartanyán töltsem le, mint amit ebből az országból csináltak, úgyhogy még ez is benne van a pakliba, hogy sátorcöveket húzunk és elmegyünk egy olyan helyre, ahol nem próbál kinyírni az állam meg a közegészségügy. Én először a tiedre reflektálnék, te nem, nem ö, túlzottan optimista vagy, hanem, ö, hogy mondják ezt? Naív. De nem a reményhal, Charlie. Igen. Szeretek pecázni reményhalra. A, ha, hogy én válaszoljak a kérdésre, vagy én is válaszoljak a kérdésre, ö, nem fogom elmondani, hogy mennyit, és nem fogom elmondani, hogy miért, mert aztán ezt is pellengére állítják, de én is betáraztam magamnak egy kicsivel több, mint egy évnyi likvid mennyiséget. Ö, lehet osztani, szorozni, aztán ezen ötletelgetni, hogy nekem mennyi az egyévi mennyiség. Igazából rátok bízom. Ö, ennyi. Második kérdés. Mi a helyzet Borisszal? Nem tudnátok valamelyik adásba becsábítani? Ö, hát azt mondanám most, hogy alapvetően ezt a podcastet mi csináljuk hárman, de szoktak lenni vendégek, például Blacky, ha ráér, de Boris egyébként pont olyan, mint Andor, hogy ö, igazából a technikai feltételek ö, nem biztos, hogy mind, egyre kevesebb embernek adottak azok a technikai feltételek, amiket mi ö, kérünk. Ez az egyik, a másik, hogy Borisnak van két ö, kislánya, akiket nevelni kell, nem csak úgy nőnek, mint a dudva, itt mind a hárman ö, el tudjuk különíteni szeparálni azt az időt a családtól. Mert nincs gyerek, de de hát. Na, hát. Ez nem csak annyi, hogy leülünk és beszélgetünk. Tiltakozom nekem három. Jó, de úgy. Tehát jó, de kirepültek már. Tehát így gondoltam, igen. hogy ön látók és hogyha nem nézel rájuk egy órán keresztül, akkor még mindig életben lesznek. Igen, 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 igen. Ö, Szóval nehéz ezt így megoldani. Tehát pont azért, amit mondtunk már a utóbbi páradásban, azért rengeteget próbálunk mi is fejleszteni technikában, hardverben, ben Nem úgy néz most már ki egy adás, hogy csak leülünk és belebeszélünk a Skype-ba, hanem millió is egy szoftvert használunk, én is, mások is, küldözgetjük egymásnak a hanganyagokat, nem, nem tud ez annyira egyszerűen működni az az egy-két ember, aki, aki be jönni, mondjuk Blacky például, ő, ők ki vannak képezve arra, hogy mit kell használni, hogy kell használni, mit hova kell küldeni, és aztán repül felénk, vagy felém a hanganyag. Tehát nem, ez nem olyan egyszerű, hogy eldöntjük, hogy akkor holnap bejön X vagy Y. De mondjátok ti is, én Bened a félállam titkár urat szeretném idézni egy képzeletbeli beszélgetésben. Ne gondolja senki, hogy olyan nagy szakértelmet igényel egy ilyen podcast adás. Szózas. de, de vár csak, és mi van olyankor, hogyha hogyha nem nyomod gombot? a gombot? Nem, most azt kellett volna mondani, hogy egy kérdésről volt szó. Ja, igen, oh, ja, oh, oh, ja. mi kérünk elnézést, de fáradunk. Nem, vesszük alapot a fenébe. Ö, aztán, hát azt kérdezte, de hát ö, most erre nem tudunk válaszolni, hogy Borisnak mi a helyzet a gőzlér tetoválásával. Nem tudjuk, nem tudjuk, nem tudjuk. Majd megkérdezzük következő adásra. Ami? most már vége az olvasói kérdéseknek. Nem tudom, hogy mit szeretnétek. Aktualitásban még sorozatot, vagy mit, mert a sorozatot én most nem írtam, de hogyha van valami a tarsolyotokban, akkor mondjátok bátran. Én csak sokat dolgozom, úgyhogy próbálom utolérni magam sorozatokkal. Walking Deadből speciál pont aktuális vagyok, de ugye el vagyok maradva egy picit, úgyhogy ezért nem is írtam most én sem. Uh, én nézem, lehet, hogy nem, nem jól ejtem, Ex -expans -e, vagy Expanse, vagy... Expanse. Expans. Én elkezdtem nézni az Expanse-t. De miért mindig mindent egy fél évvel később nézem, hát, meg. neki ez egy nincs, ilyen kihívási challenge. érleled az ez, epizódokat fogyasztás legyen, előtt? Ezt nem hiszitek el, hogy nekem erre nincs időm. Tehát ha én nem is tudom, negyed évente egyszer mondjuk egy tíz részből álló sorozatot uh, éjszakánként végig tud darálni, akkor sokat már. az ez, ez a Duma. Tehát én is Nem te, Duma, tegnap, egy Tegnap néztem egy meg, óra, hajnal egy, negyed egytől, a, í, elindult a blind spot. Igen, a blind spotnak a első fél, fél évad második fél évad kezdőjét, például tegnap. Egy, negyet, nem hiszek tük. neked, Fifika, mert ha igaz lenne, amit mondasz, akkor nem láttad volna az összes Star Trek sorozatot, hanem még mindig valahol a pikárdos sorozat harmadik évadján járna. Figyelj, figyelj, emlékszem még, emlékszem még, mikor hangoutoltunk orvérzésig, és gyerekek, mennem kell, jön a trónokharca, szevasztok, és pff, már ki is lépett. Hát azért. Jó, hát a trónok harca oké, tehát az... az baszós kardozós. Az, igen, az baszós kardozós. De például a Star Trek-et én úgy néztem végig, hogy neki ültem szombat-vasárnap, és akkor semmi más nem csináltam, csak reggeltől estig két nap Star Trek-et néztem. De ezt nem teheted meg egy idő után, érted? Akkor... Miért nincs többet a... szombat-vasárnap? behívják a mocskákat, érted téged, meg kibasznak a melléképületbe, vagy, vagy, még a kerítésen túlra. Hát nem, 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 csinálhatod meg. Jó van, nem szívom a véredet, én is le vagyok maradva most. Ezt megértem. Én csak nem mindegy, hogy négy-öt sorozattal, amiben mondjuk van 8-10 évad, vagy egy-két epizóddal. De most én is, nekem is rengeteg van a kiúban, úgyhogy, úgyhogy nem tudom magam felhozni. Jaj. Na, viszont a videóba valaki betett valamit. Én rejtettem be, Mit? kiadták a minap a hát, Division. Jaj, e, rövid, rövid kétperces teaser videó a Division című játékhoz, masszívan megmutatva az engine a képességeit, nagyon-nagyon-nagyon szépen néz ki. Érdemes megnézni, baromi hangulatos. Zsírkaraj, én pedig betettem a kultúrába nem is annyira kultúra rovat, inkább inkább lifestyle, health rovat, egy bankártya méretű mini, mi ez? LKG? LKG. Jó. És az az apropója egyébként, hogy hogy ezt egy magyar cég fejlesztette, készítette. Most nem arra kell gondolni, hogy, hogy itt kompletten minden adatot, és az orvosos csak ezt így beviszed, és ledobod az asztalra, hogy itt az a de arra nagyon jó, hogy pont így adás közben rányomnád a két adat és akkor, uff, de fölment a vérnyomásom, és látnád, hogy tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak így ver a szíved, és amellett azért tetszett nagyon, mert az Engedjiten találtam, és mert magyar. Tehát ennyi volt a, a, az össze apropója, mindig szeretek ráugrani ezekre a, a dolgokra, és és ennyi. Nincsennek is sok apropója, viszont visszakanyarodnék a filmekhez a 90 8. adásnál járunk, és voltam olyan szerencsés, hogy én hétfőn nem dolgoztam, tehát vasárnap éjjel tudtam nézni az Az egyik ami nagyon nem tetszett, az Chris Rocknak a már nagyon túltolt, nincsen néger a jelöltek között, vagy nincsen színesbőrű, nincsen afroamerikai, viszont itt ragadnám meg az alkalmat, ti is nyugodtan kifejezhetitek tetszéseteket vagy nem tetszéseteket, de itt szeretnék gratulálni Nemes Jeles Lászlónak és magának a filmnek, Saul fiának. Elhozta az Oszkárt, gratulálunk neki, nagyon nagy respekt, nem kell foglalkozni a tróger magyarokkal, akik, akik még mindig csak azt tudják hajkurászni, hogy, hogy Nagy-Magyarország, meg Trianon, meg faszom tudja, hogy micsoda. Annak kell örülni, ami van. Most pedig van egy oszkárunk, még egy oszkárunk. Én ezt hétfőn hajnalban, hát nem is tudom valamiért fél öt környékén oh, ébredtem. Akkor jó tetted, mert ez valamikor öt, negyed, hat körül igen, volt. Igen, 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 fél öt környékén ébredtem, és, és bekapcsoltam a tévét, és néztem, és tudom, hogy nyilván 99,9% volt, hogy a, a Saul fia kapja az Oscar, de azért ott volt az a, az, az egy borsó szemnyi esély, hogy ó, mi van, hogyha nem? És uh, uh, széttúrtam a netet már hetek óta, hogy hát, ha valahol ráakadok a filmre, hál' Istennek egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudtam ráakadni letölthetőbe, úgyhogy valószínűleg el kell menni. Nem kell, nem kell, nem kell. Akkor segítek, Fifika. A, az, e, a, az, a, az, a, az, az RTL megkapta a sugárzásjövet. Igen, és úgy fogják vetíteni, valamikor... mint a... Mint a... Mondd már a másik. Schindler listáját Schindler lista. Igen, de valamikor majd a nyár végén. Hát figyelj, most mondtad, hogy nincs időd. Tehát... Jó, jó, hát végül is igazad van. <laughs> Tehát, ami egy... Ami, uh, ja, Örülj ugye... neki, hogy ilyen előzékenyek, hogy hagynak időt rákészülni. <laughs> Viszont valamelyik külföldi labban lejött a rendező idegennyelvű kommentáriával az első 5 perc, vagy 6 perc a filmből. Ó, az hát nagyon ö... nem jó. Azt mondják, Cs... hogy az első 10 percet kell túlélni, mert az, az nagyon az, nehéz. Charlie, az első 5 percen látszik, hogy ez a gyerek, ez zseniális volt. Hát már Egy most megkeresték hozzá... egyébként ö... A kinti filmgyártók, hogy tehát nem az, hogy tetszett a film és, és gratulálunk, hanem hogy tetszett a film és gyere hozzánk, és csinálj nekünk filmet. Az a, szerintem egyébként az a baj, hogy neki volt egy zseniális ötlete, és most nem, nem a a holokaustról beszélek, hanem hogy hogy kell -e egy filmet így megcsinálni. Volt egy olyan téma, amihez senki, tehát a legnagyobb holokauszt filmgyártók sem mertek hozzányúlni, ez a Zonder komandó. És mindezt képben és hangban úgy megoldani, ahogy ő megtette. Igen, hát és az, egyébként azt ne felejtsük, hogy a, a hangot azt, azt majdnem. Ö, azt is jelölték. Tehát ott is ö, pár szavazaton múlott, hogy ö, a hang, Szerintem hangért nem tudott indulni. Olyan, olyan hang olyan hang munka van a film alatt, amit ö, ö, mondom, 5 percet láttam a filmből. Azt tegyük, De... tegyük hozzá, bocsáss meg, hogy aki nem tudja, hogy mi az, amit mondtál, a Zonderkommandó az a, azok a zsidók voltak, akik az elgázosítás után ö, kipakolták az értékeiktől tették, megszabadították kremot, és akkor ezek, hogy mondják ezt, a, ezek voltak a tudás birtokában, és pont ezért három-négy havonta ez Kis a természetes kiválasztódás alapján cserélődtek, igen, és hogy, hogy nem, az nem nagy spoiler, hogy egyébként akiről a film szól, ő, ő megmenekült, és nem a film kedvéért, hanem az életben, a valóságban is megmenekült, úgyhogy szerintem, szerintem kurva nagy a sztori. A rendezői megközelítés azért nagyon nehéz, szerintem most a nemes jelesnek a dolga, gondolj bele, első filmes. Oscar. Tehát ezt hova a faszba lehet ezt még, ezt még überelni? Tehát... hát látunk már fölévelő hollywoodi magyar karriert. Meg Úgy olyat hogy is látok. Könnyen hogy... lehet, hogy fogja még rendezni predátort nekünk. Igen, de az is lehet, ami amire többször volt példa, hogy a süllyesztőben eltűnnek a, azok a színészek, vagy azok a nagy reménységű ö, ö, rendezők például. Ott van például Cuba Gooding Jr. Na, tehát a mai napig nem tudom megmagyarázni, hogy de miért? De miért van ott? Na mindegy. Tehát ez, ez, egyébként óriási rasszar hogy hogy elsőre megrendezed életed filmjét. Igen, Érted? tehát ezután Mert hova tovább? tovább? Leülhetsz, azt 60 éves korodig ebből, ebből el lehet. ez mindegy. a nagy az életet. Azt, a, azt a, azokat a sztorikat olvastátok utána, hogy például mondták, hogy hát nem mindenkinek van mindenhova belépője. Úgy fog menni ez a gyakorlatban, hogy majd Laci megy elől kezében a Oscar szoborra, mi meg megyünk utána libasorba. Aztán vagy bemegyünk, vagy nem. És, és, és hatalmas, a főszereplő csinált szelfit, ahol Benjamin Géza eflekkel, mert az nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Ben van egy második keresztneve, az a Géza, és azért Géza, mert magyar gyökerekkel rendelkezik. Selfie beneflekkel, vagy, vagy azt a képet láttatok, majd jöttek hazafelé, és a, a reptéren a, a, kapunál mindenki pakolja ki a zsebét, és akkor ott van a műanyag doboz, amit a röngembe betolnak, Lackó a csók, és benne volt a műanyag dobozban az Oscar. <síthat> Azért az úgy menő. És akkor egy vámos, milyen kínai másolat ez? Érted? Mit, mi, maga be, be akar hozni egy oszkármásokat az ország. És a -e következő Hamis meg az más, de nem, ez igazi, ez igazi, az arany. Arany, hát, igen. Tehát <laughs> <laughs> arany a csempészünk, jól van. Hát szóval ez, 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 ez hatalmas, ez hatalmas nagy. És, és néztétek a... Közben, akik 2016-ban meghaltak. Azt nem nézted, Fifika? Nem, nem. Ki volt, aki most meghalt Magyarvárjá? Sota Irem. Hű, nem, nem, nem. Pedig te? Rendező volt. Mindegy, ő is ő megindító volt látni a, az összevágott filmben őt is a, a nagyon nagy nevek között. Hát, meg hogy már egyik sincs köztünk. De ha már nagyon nagy nevek és oszkár, akkor ne felejtsünk el megemlékezni az öreg Ennio morricone se, sem. Aki szintén kapott idén Azkárt, és nem kevesebb, mint 500 filmhez írt filmzenét ne, ne, nem rövid élete során, nagyon kemény az öreg. És ne felejtsünk el megemlékezni még két embert. Az egyik ember. Az egyik ember az legyen mondjuk. Buga jakab. Buga Legyen buga Jakub, nem? Én, én a véper csávóra gondoltam. Igen, és ki a másik? A másik pedig, várj először, hát ha eszembe jut a másik majd, hogy ugye nem lehetett vépelni, mert hát meg van tiltva, nem lehet. Ö, és megkapta még azt a kurva a, a, a Leonardo DiCaprio. DiCaprio. is, és utána valami, valami after de ott már iszonyat, hát nem azt mondom, hogy iszonyatosan, de oda csapott a gőzlérlétnek. A másik pedig... Elővette az ünnepi legvindjét. Igen, aki sajnos megint nem kapott, az pedig szeretnék itt megemlékezni Sylvester stallone aki szerintem a botoxtól már nem nagyon tudtam mozgatni a, az arc izmait, de, de hát akkor is egy slime az meg, tehát miért nem? Szóval voltak olyan effektek abban a, abban a, abban a filmben a kis titanikos gyerektől, hogy fú, ott a, medvé, a medvés résznél fifika. Ott azért elkapott a gépszél, hogy annyira kurva jó meg volt csinálva az az effekt, hallod, hogy dobálja az meg a medve a hátánál fogva a szájával. Pff, zseniális. ami még szerintem, hogy legalábbis nekem meglepetés volt, az az Ex mahína Igen, én nem azt vá... Én nem, nem tudom. Te, te láttad a, a, az Ex mahínát a filmet? Nem, nem, csak a spoiler részt meg Sajnos. Igen, igen. Nem bírtam végig nézni az... Nem bírtad? Zseniális. Iszonyú jó az a film nekem rettentően tetszett. Ugye a speciális effekteké kapta a a díjat, és szerintem ez az igazi, amikor nem, észre se veszed a filmbe a speciális effektet. Emlékeztek rá, hogy a a, a Forrest Gump ugyanígy kapott Oszkárt a speckóra, és észre se vetted, hogy mennyi, de mennyi speciális effekt volt a filmben. Az, az el kell, hogy keserítsen, az kurvára észre lehetett venni például a lábát a csávónak, tudod, mikor a, a levágott lábú faszi. Mert ezeket mindig greenbox csinálják meg. És ha egyszer úgy megnéznéd, az fönn van az a neten is szerintem a Youtube-on, az a verzió, amikor mutatják a, a greenbox meg anélkül. És mikor anélkül Ö, megnézed először, akkor és utána megnézed már az effekteltet, akkor látod, ö, hogy máshogy mozog a láb, mikor, mikor a végén ott van a lábfejed. Na, tehát mikor fölemelkedsz, és, és hát nem tudod behajlítani a térdednél, mert hiszen ott van a lábfejed, és ezért egy ilyen 45 fokba van kb. és utána nem tudsz elvonatkoztatni tőle. De egyébként zseniális volt, igen, az a, az az effektelés is. Tehát az, amikor a Nixonnak kezed kezet fogod. Hát az... hát... <sírt> Pingpong az meg ez erről. Oda futottam egyszer, meg vissza, aztán hazamentem, mert már eleget futottam. Na úgyhogy nekem az Ex Machina ilyen szempontból meglepetés volt, aki tudja nézze meg, mondom szerintem zseniális a film, Krisztián nem tudta végignézni. Pff, nekem egyébként, egyéb ami még. meglepő volt, hogy, hogy az Ex Machina volt a díjazott meg egy picit az, hogy szerintem a Mad Max kicsit túl lett értékelve. Tehát az a film, az, de lehet, hogy nekem csak a sztoria nem jött be. Tehát ez a film felénél odáig megyünk, a film felétől visszafele. Az ennyi. Ez, a, ez, komolyan mondom, ez nekem számomra az összes Mad Max ilyen volt egyébként, mintha a Doom-ot megfilmesítenék. Érted? Tehát, hogy Miről Akkor film. te még a nem láttál film? Doom filmet, mert megfilmesítették Igen, a doom és az megfilmesítetté nézhetetlen. megfilmesítették, de hogy miről szól a film, az meg? mint, egy számítógépes játék. Megyünk, az túlélünk, ennyi. Tehát, na, mindegy. Na jó van, hagyjunk valamit jövő hétre is, akkor ez bedobom a kultúrába, aztán, aztán hadd szóljon, már csak az adás címet kéne így két óra 16 perc után megszülnünk. Öh, 98-nál járunk, fiúk. Hú, mi volt 98-ba? Nagy októberi szocialista forradalom, nem tudom, de hát hagyjuk már ezt, hogy mi volt 98-ban. És akkor mi, lesz, mi volt 101-be? Mi volt 150-be? Hát 101-be volt valami biztos, Csárli, meg 150-be is. De ezt nem tudjuk, mert agyhalottak vagyunk. 98 az egy, az egy jó év volt szerintem egyébként. Nagyon csendben van mújó, vagy csak nem nyomja a gombot? É, igen, megint nem nyomom a gombot. Teljesen még hozzá kell szoknom a gombnyomáshoz. 9, igen. Nem, 5, igen, 9, nem. Na mi legyen akkor az adás címe, fiúk? 98. adásnál járunk. Most egyik sem nyomja a gombot, szerintem. Nem nyomom a gombot, mert nem tudom, hogy mire akarsz kiugadni. Hát, hogy mi legyen az adás címe, erre akarok kiugadni. Mindannyian halottak vagyunk, mert azt a sok-sok eh, remek tanulmányt, amit a demjénék is, meg a korányék, meg mindenki előszeretettel lobogtat, hogyha annak a fele igaz lenne, akkor már mind a föld alatt lennénk egytől egyig. Mondjuk nyugtasson a tudat, hogy mi csak halottak vagyunk, de ők már most is agyhalottak. Jó, hát akkor legyen ez a címe, mint halottak Ha nincs vagyunk. jobb ötletetek. Én így az egymilliószor rosszabb, mint a smog után ez ez, ez bugyogott föl bennem. Jó, akkor legyünk, mint halottak. Jövő héten Csak feltámadunk. Róla. Jövő héten feltámadunk. Amen. Ámen. Szóval sziasztok. Halleluja. Egy élmény volt, sziasztok. Köszi, sziasztok.